Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Sziasztok, sziasztok, üdvözöllek itt titeket ismételten egy építős streamen. Péntek van, úgyhogy a szokásos helyszínről a szokásos programmal jelentkezem. Hellóka! Tudjátok, hogy mit vettem észre? Hogy amikor már nagyon régóta használok egy stream intrót, akkor a YouTube így elkezdi az intro alatt nem kiküldeni az értesítéseket, mert szerintem azt hiszi, hogy ugyanazt játszom le folyton, és amikor így látja, hogy nem, mert elkezdem az építést, akkor így kiküldi mindenkinek az értesítést. Figyeljétek majd meg! Közben üdvözöllek titeket, nagyon-nagyon-nagyon örülök nektek. A mai nap egy bonsai fát fogunk építeni, és hát meglátjátok majd, hogy mi ez. Valaki kérdezte, hogy ez nem a karakterkölyökből van, srácok? Nem, és gondolom, hogy abban is van, nem tudom, nem láttam. Ez egy fafajta. Ennek nagyon-nagyon sok fajtája van. Úgyhogy, ja, Luca Csé, nagyon-nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen, örülök, hogyha így gondolod valamint, Zsófi, neked is láttam az üzenetedet, Nelly, neked is, Keri, köszönöm szépen a dicséretet tőletek, nagyon-nagyon aranyosak vagytok. Még mielőtt beköszönnék, egy pár mondatot hadd mondjak el a dolgokról, ugye én 2017-18 környékén kezdtem el építeni, 2018-ban én... amolyan megabildeket építettem, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy építmények. Ezekből találtok pár ilyen amatőr példát, például a lejátszási listáimnál, a régi videók Blue Omega lejátszási listában. Ott találtok egy-két ilyen megabildet. De ezekről hamar lemondtam, mert annyira nem éreztem úgy a sajátomnak. Viszont átértem ugye ezekre a kisebb építményekre, mint például amit itt láttok a háttérben. Most egyébként 1.16.4-ben vagyok, és
Az a templom 1.17-ben épült, de kicseréltem a blokkokat, hogy shaderrel le tudjam fényképezni, akik követnek Instán, azok már ezt tudják, kövessetek Instán, link a leírásban, hogyha esetleg még nem követtek. Na de elég is az önpromóból. A lényeg az, hogy az utóbbi napokban újra elkezdtem ilyen kisebb organikokat építeni, és hát ez a fa is egy organik lesz végül is, úgyhogy remélem, hogy velem tartotok, ugyanis ezt szeretném ma megépíteni. Lesz neki saját kis cserepe, meg megépítjük szépre. Úgyhogy, ja, azt hiszem, hogy ez itt a mai, meg a buildek is nagyon szépek. Igen, Aliz, egyetértek teljes mértékben, hogy a meg a buildek azok nagyon szépek, csak nem volt annyi időm. Az rengeteg idő. Hello, Bombanap, üdvözöllek, Pandacraft, Zsuzsanna, Barkácsmókus, Anna, Kristóf és a haverok, Badam, Nelly, Hackerboy, Bence, Nóra Viola, Csihunor, Zsófia, Matesak, Ágnes, Palacsinta 22, T-Player, Györkös Áron, Dominika, Liliana, Csenge, László, még egy Bence, Wolfi, Attila Horváth, Lucamile, Agancs, Melinda, Gergő, Dorina, Hello, Shadow Lorin, még egy Dominika, TGP, Laci, üdvözöllek, Korhun, Hello, Professor, Mr. DR, Mr. Doctor, gondolom. Nelly, hellóka neked, hellóka, remélem, hogy mindenkinek tudtam köszönni, Szabinak, Leának, Szandinak, még egy Zsófinak, üdvözöllek titeket. Jól vagyok, köszönöm szépen ázsiai írásjeles emberke, akinek nem tudom elolvasni, kiolvasni a nevét. A mai nap építkezni fogunk valamit, amit már régóta szerettem volna, de így soha nem jutottam el odáig, hogy ezt megcsináljam. Nem ide fogom építeni, csak felállítottam magamnak, hogy kb. Milyen blokkokat akarok használni. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű kis akármike lesz. Most ezt egyelőre itt hagyjuk, mert most itt van dolgunk, itt a távolban. Nem akarom nagyon egymás mellé tenni őket, viszont azt azért megnézem, hogy hol van a nap. Mert az majd a fotóhoz eléggé szükséges lesz. Na? Aha, tehát akkor, hogyha mondjuk így ide rakom, akkor ez itt tökéletes lesz. Hány órás lesz a live? Általában 2 órás szokott lenni, de nem merek nagyon biztosat mondani. Na most még mielőtt megépítenénk a cserepet, azelőtt építsük meg aranyból a fát. Ugye azt majd át fogjuk változtatni nyilván ugye Word Edit-tel azokat a blokkokat, csak először szeretném látni a formáját. Tehát nagyjából így felhúzzuk, hogy mégis mekkora törzse legyen. Fogalmam sincs. Tehát, hogy ezekre a streamekre mostanában kevesebbet készülök, mint régen. Tehát régen úgy volt, hogy megpróbáltam, hát nem azt mondom, hogy mindent összenézni, de így a legtöbb dolgot, legalább a palettát, meg a formákat összenézni, csak aztán annyi, de annyi dolgom van, hogy nem mindig van sajnos időm így ezekre. Miért van, hogy én a? Nem tudom, Daniel, miért van, hogy te a? Mindig a te videóidat nézzük. Köszönöm szépen, honnan, nagyon-nagyon örülök. Te építetted a Mind Cinemát? Nem, arra volt már egy kész pálya. A Mind Budapest projektet használták rá, én oda nem kellettem. Korai nevem van. Lehet. Azért nem szerettem volna pontosabban kiemelni egy nyelvet, mert nem voltam benne biztos, hogy milyen írásjelekből áll a neved. Szuper menő vagy. Köszönöm szépen. Nem, én egyébként ebben az új Mindstream-ben van, nem egy szupermenőt, ez túl nagy lesz szerintem. Nem egy szupermenőt fogok alakítani. Egy kisebb szerepem lesz, meghívtak vendégszerepelni, aztán majd meglátjuk, hogy a jövőben is kapok-e majd esetleg egy nagyobb szerepet. Erről még nem tudok nyilatkozni, szerintem ők sem tudnának, tehát örülnek szegények, hogyha a mostani projektnek a végéig ellátnak. Egyébként kijött az előzetese, és nagyon-nagyon jó lesz, hogyha még nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek majd meg. Mindig téged nézlek, Lea, nagyon-nagyon aranyos vagy. És ja, ne írjatok csupa nagybetűvel, bocsánat. Hogy lehet azt, hogy te mindig nagyon szerettél Minecraftozni, de már nem nagyon. Hát úgy, hogy meguntad, úgy, hogy nem csináltál benne olyan dolgot, ami így izgatottan tartott. Én ezért építek, de valakinek meg a redstone-ozás jön be, valakit azt tart így életben úgymond, így szórakozásügyileg, valakit az építés. Mindenkinek más. Mindenkinek teljesen más. Én most éppen így építkezem, ami így tetszik. Na szóval, most először felhúztam így kb. Hogy milyen vastag lesz a törzse. Ezt majd még nyilvánvalóan egy kicsikét szerkezgetjük, mert ez így még eléggé harmad kevés. Mert ugyanis egy ilyen bonsai fa az...
Tehát az jóval-jóval vastagabb törzs. Tehát majd meglátjátok úgy is, mert meg fogjuk szépen csinálni, legalábbis megpróbáljuk. De igen. Ja, na de most csak azt akarom, hogy lássátok, hogy körülbelül milyen formákra gondoltam, amikor kitaláltam, hogy hú, most ma mit fogok építeni. Tehát itt szeretném, hogy ez egy kicsikét kanyarodjon. Nem tudom még, hogy mennyire, meg hogy pontosan milyen mértékben, de nyilvánvalóan ez is majd ki fog derülni, ahogyan haladunk előre. Lebombázott Melinda, szerintem az nem lenne valami ízléses egy lebombázott Budapestet építeni. Plusz nem szeretnék háborús tartalommal foglalkozni a csatornán. Egyszer már kaptam egy ilyen strike-ot úgymond a YouTube-tól, mert hogy erőszakos tartalomnak tituláltak egy olyan építményt, amiben voltak tankok, úgyhogy többször nem fogok ilyenekkel próbálkozni. Meg amúgy sem az én témám, tehát hogy amúgy sem egy... olyan téma, amit én hűde nagyon kedvelnék, tehát hogy ez nem egy annyira nekem való téma. Szóval meglátjátok majd, hogy szeretném, hogy mindenfelé hajoldozzon. Utána néztem egy kicsikét annak, hogy a bonsai fáknak mégis milyen külön fajtái vannak, és nagyon-nagyon durva, hogy a gyökerektől az ágaknak a számáig, az ültetésének a módszeréig, a vágásáig, egyszerűen mindenhogyan meg lehet különböztetni őket. Nagyon-nagyon durva. Egy kicsikét egyébként visszakerültem így nosztalgikusan a középiskolában, mert ott nyelvtanórán lehetett tanulni az ilyen különböző dolgokról, amik különböző dolgok alapján csoportosíthatók. Borzasztó. Tehát ez így, ilyen flashbackjeim voltak. Bár mondjuk a nyelvtant azt pont szerettem. Most megint csak eltelt egy hét. Ugye már ezt mondtam a cseten, mikor beköszöntetek. Kinek milyen volt a hetem? Ugye most eléggé sokan vagytok online oktatásban, köztük ugye én is, de azért érdekel, hogy nektek hogyan alakul. Igen, egy eléggé érdekes bonsai fát szeretnék építeni, ami egy kicsikét ennél azért szebb, de meglátjuk majd, hogy mit tehetek. Szóval remélem, hogy mindenkinek minden oké, és így visszatérve az online oktatásra. Nekem amúgy minden rendben, volt ma egy vizsgaszerűségem, maradjunk annyiban, hogy ez egy vizsgaszerűség volt, inkább egy ilyen kvíz. Most lebontom és újrakezdem ezt az ágat, mert közben egyébként van egy bonsai fa referencia képem, azt próbálom nézni. Szóval volt ma egy ilyen kvízem, aminek igazából az volt a lényege, hogy ebben a fél évben tanultakat... az elmúlt, hát három órának az anyagát kellett, úgymond visszamondanunk, hát ugye írásban nyilván a professzor asszonynak, és hát érdekes tapasztalataim voltak a mai nappal kapcsolatban. Nem volt nehéz meg semmi, csak ugye volt már egy ilyenem ebben az évben, ugyanebből a tantárgyból, és az valamiért, valahogy ott sikerült érdekesebb és jobb kérdéseket feltenni. Most ez kicsit ilyen furcsa volt nekem ez a mostani. Nem azt mondom, jó volt, csak fura volt. Kicsit ilyen értelmetlenebbek voltak azok a kérdések, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzunk. Úgyhogy ilyen. Közben nézem a csetet is, hogy miket írkáltok, kinek milyen volt a napja. Az osztály főnököt koronavírusos, de... hát ezt sajnálom. Örülök a live-nak, úgyis untam most már magam. Figyelj, Zsófi, ez tök jó, hogyha örülsz neki. Nem gyógyultam meg, megint rosszul lettél. Fú, remélem Tíma, hogy akkor megint meggyógyulsz. Nem jó, hogyha az ember beteg. Vigyázzatok magatokra, viseljétek azt a maszkot, meg mossatok sűrűn kezet, meg mindenféle, szóval vigyázzatok az egészségetekre tényleg. De azt sajnálom, hogyha komolyan az vagy, nagyon sajnálom, de figyelj, ki fogsz belőle gyógyulni. Fiatal erős szervezet vagy, nem kell rajta pánikolni, minden rendben lesz. Nyilván ugye ezt úgy... Amúgy én is beteg vagyok, szerencsére nem olyasmi tünetekkel, de azért nálam is így, mondom, így érdekesen alakulnak a napok hát az utóbbi napokban, ugye? Ja. mi lett a rosszul léteddel? Na, igazság szerint
semmi nem volt így azóta, tehát hogy jobban vagyok. Abszolút, csak nem tudom, fáradt vagyok. Az biztos, hogy nagyon fáradt vagyok. Nem nagyon aludtam tegnap. És így... Azért látszik is, hogy nem annyira tudom összeszedni a gondolataimat. Tehát most például ez itt nem tudom, ez itt mi akar lenni, itt a képernyőn. igyekszem. Nem hajlítom így vissza, nem tudom, hogy miért hajlítottam ezt így vissza. Nem akartam visszahajlítani. Szóval ez leginkább a fáradtságban merül ki, Samu, amúgy köszönöm szépen a kérdésedet. Leginkább a fáradtságban merül ki, meg abban, hogy sokkal nehezebben kezdek el gondolkodni. Tehát, hogyha valamin akarok gondolkodni a mai nap során, akkor ez így egy ilyen nagy rákészülést igényel, hogy oké, akkor szedd össze a gondolataidat, szedd össze magad, és most próbáld meg ezt átgondolni. Úgyhogy kimerült vagyok. Inkább abban lenne. Tehát olyan, mintha influenzás lennék, meg inkább, mintha meg lennék fázva. Sokkal inkább, mintha meg lennék fázva. Tehát tudjátok, amikor az embernek kicsit be van dugulva az orra, és akkor úgy nem érzi jól magát, kicsit úgy, de semmi ilyen covidos tünetem nincsen, szóval nem hiszem, hogy bármi ilyesmi probléma lenne, de ha lesz, akkor úgy is értesítelek titeket, szóval... De szerintem amúgy hallatszik is, hogy kicsit kevesebb energiával dolgozom a mai nap, mint úgy általában. De igyekszem. Megérkeztél, örülök neki, Andrea! Játszom el valamin a Minecraft Norbika? Nem nagyon. A csatornámon semmiképp, tehát videósként amúgy nem. Viszont úgy magánemberként, tehát nem videósként, úgy a Jurassic World Evolution-nel szoktam néha-néha játszani. Badam, köszönöm szépen a szuper csetet. Na, ma tudunk láncot indítani? Remélem, hogy a Badam. Aranyos vagy, köszönöm szépen. Aranyos vagy, tényleg. A láncindításra jött eszembe, igen, tegnap. Köszönöm szépen, Badam, a láncindítást. Az aranyos volt tőled. Köszönöm szépen. Megnézzük, hogy esetleg így erre akarok-e kihozni mondjuk egy ágat. Nem tudom, hogy akarok-e. Próbálkozom ezekkel a formákkal, meg majd még egy kicsit ezzel javítunk, mert ez borzasztóan néz ki. Csak egyelőre akarom nagyjából látni, hogy mégis hogyan fogom alakítani ezt a dolgot. Most egy kicsikét egyébként a YouTube-bal is küzdök közben. Köszönöm szépen a feliratkozásokat, nagyon jó fejek vagytok. Nézzetek körbe mindenképpen a csatornán. Ma nem vagyok annyira helyzet magaslatán, úgyhogy nem hiszem, hogy egy ilyen hű de nagy dolog lesz, amit ma csinálunk. Úgyhogy nyugodtan nézzetek körbe, hogyha szeretnétek látni, hogy mégis miket szoktam úgy amúgy csinálni. Mert ez annyira nem írja körbe azt, amit ezen a csatornán csinálok. Most jelenleg ez a fa, ez a bonsai fa, de majd még meglátjuk, hogy hogyan alakul. Lényeg az, hogy köszönöm szépen mindenkinek, aki feliratkozott. Most egy kicsikét a YouTube-bal küzdök megint ugye az értesítésekkel, mert tegnap volt egy olyan, hogy szépen fogta magát a YouTube, és nem engedett nekem posztolni, és azt írtam, hogy menjek rá még egy párszor, tehát kattintsak rá arra a posztolás gombra. Egy posztot akartam kiírni, mert ugye Andékkal streameltünk tegnap, és azt szerettem volna, hogy minél több emberhez eljusson, mert tudom, hogy szerettek velünk hypixelezni. És megosztotta, hogy nagyjából 50-szer. És ez azt eredményezte, hogy a YouTube ezt egy ilyen, szerintem egy ilyen spamnek érzékelte, és nem osztotta meg utána a posztot. Mármint, hogy megosztotta, de olyan nagyon kevés emberhez jutott el, hogy biztos vagyok benne, hogy most szerintem a YouTube az most nekem büntet. Úgyhogy félek, hogy a holnapi videó is hogyan alakul. Szerettem volna, hogy lássátok, szerintem egy ilyen aranyos, régi stílusú, tehát ilyen régi Perky Perotos kis videó. Egyébként a csatorna tagok már látták, a Baby Ara és a fölötti szintűek már látták az új videót. Ez egy ilyen nagyon régi stílusú Perky Perotos kis videó, amit igyekeztem abban a stílusban megcsinálni, mint amilyenben ugye a régi videóimat, és nagyon-nagyon élveztem, úgyhogy remélem, hogy minél több embernek elküldi. Ha esetleg féltek attól, hogy nem, akkor állítsatok a holnapi napra egy értesítőt magatoknak egy ébresztő formájában. 13 órakor lesz ez megosztva, szóval abszolút nem reggel hajnalban. De hogyha szeretnétek mindenképpen látni, akkor vagy gyertek föl Discord szerverre, ott van a link a leírásban. Az egy tök jó lehetőség szerintem, mert ott meg szoktam mindenkit jelölni, ugye így kukac everyone-nal, és akkor úgy látjátok,
azt, hogy miket osztok meg. Szia Bendegúz, üdvözöllek Dávid, Orsolya, köszönöm szépen a lájkot, mindenképpen dobjatok egy lájkot, hogyha tetszik az, mit csinálok, ugyanis a többiek majd a későbbiekben a lájkok alapján kapnak majd értesítést. Miért aranyból van? Át lesz majd építve. Hogyha újak vagytok nálam, akkor lehet, hogy ezt nem nagyon tudjátok, az ilyen dolgokhoz Wordlet-et szoktam használni. Itt azért csinálom először aranyból, hogy a formájára tudjak koncentrálni. Mert hogyha most elkezdem ezt teljesen fából megcsinálni, akkor a textúrával leszek elfoglalva, és nem a formával. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy a formáját lássam. Ezért érdemes egyszer egy könnyen átalakítható blokkból megépíteni az egészet. Utána át lesz ez színezve. Tehát nem kézzel lesz átépítve, hanem át lesz majd színezve. Szépen wordelittel, ugyan ahogyan azt illik. Szóval nyugalom, meg lesz ez szépen csinálva. Ha újak vagytok nálam, akkor persze, hogy nem tudjátok, mert nem nagyon... Tehát ez nem nagyon olyan bevett szokás, inkább az építészeknek. Most kajálok fújkasonkás szendvicset? Az finom, Andra. Jó étvágyat kívánok neked a fújkasonkás szendvicsethez. Nemrég sütöttem magamnak egy csomó sült krumplit, de nem esett jól. Hogy őszinte legyek. Én amúgy ilyen nagyon sült krumplis vagyok, tehát ez az egy ilyen... Személyiség jegyem a sült krumplinak az imádata. De most nem esett jól. Ezért szerintem én beteg leszek. Szerintem én beteg leszek, de ja, amúgy jól vagyok teljesen, csak fáradt vagyok és kicsit ilyen betegnek érzem magam. De igyekszem valamit összehozni nektek. Egyébként ez nagyon kicsike lesz, szóval lehet, hogy majd csinálok neki egy asztalt, meg minden ilyesmit. Fogalmam sincs, hogy ki az Daniel. Ne legyél szomorú, Zalán. Nem tudom, hogy miért vagy szomorú, valaki írta, hogy szomorú vagy. Miért vagy szomorú? Ne legyél szomorú. Legyél boldog. Júlia kérdezi, hogy valakinek van a kedvenc sora a leírásból, mert neki a lesz Fortnite nem kérdés. Igen, igen. Daniel, hagyd abba a spamelést, Lici, többször leírod ugyanazt a kérdést, és ezért némítani fognak egy idő után a moderátorok. Ez nem ér. Egyszer tett fel a kérdéset, meglátom, nem. Lea kérdezi Badamtól, hogy egyetemista-e? Gondolom, hogy megválaszolta. Kérd, ne haragudj az Insta kérdésért. Miért, mi volt Instán kérdésed? Nem tudom, szerintem nem láttam. De amúgy Instán privátban nagyjából hiába írtok nekem, mert azt nem szoktam csekkolni. Nyugodtan foggasd le, szerintem ameddig nem túl személyesek a kérdések, addig nyugodtan lehet a moderátorokat is kérdezni több dologról. Egészen biztos vagyok benne, hogy válaszolnak, hogyha nem túlságosan személyesek a kérdéseitek. Van Instám, ott van a leírásban. Egyébként elvel írják a nevem, nem őbe. Nem szeretek ilyenért szólni, mert ez olyan, hogy... Nem muszáj tudod leírni a nevem, de már annyiszor leírtad, hogy gondolom szólok hát, ha nem vetted még észre. Nem ővel írják a nevem, de egyébként, hogyha megnézed a csatorna nevet, akkor ott is láthatod, hogy Evel van. Tessék Evel leírni azt, hogy pörki. Én sem azt írom neked, hogy Nörbika. A Norbika helyett. Ott van a leírásban Wiki. Azt meg kell érteni, ha nem érted, akkor írd be a Google-be ezt. Ott van. Egy fafajtát építek, egy japán fafajtát. Nyugodtan kijavíthattok, hogyha esetleg másik ázsiai területről származik. Az ilyen keleti kultúrákban sajnos annyira nem vagyok otthon, az építészetüket nagyon szeretem, és nagyjából meg is tudom különböztetni egyiket a másiktól, de hogyha van valami, amit esetleg rosszul tudok, nyugodtan ki lehet javítani, nyilvánvalóan csak kedvesen, lehet, nem tudom, ilyesmiket. Igen, Sári. Persze, te moderátorként írhatod ővel, te eddig is azt hitted. Szia Angéla, üdvözöllek! Örülök neki, Lukács, hogyha tetszik. Azt hiszek, kínai fa. Szerintem ez nem kínai, de lehet. Nyugodtan szóljatok, hogyha rosszul mondom, tehát ezért mondom, hogy nyugodtan, hogyha valamit esetleg nem tudok, akkor. Miről maradtam le? Igazából arról, amit a képernyőn látsz, tehát nagyjából ennyit fogunk ma építeni. Valószínűleg, hogyha nagyon-nagyon kevéske lesz, akkor még azért lesz itt építés, de amúgy egy bonsai fát csinálunk.
Igen, Aliz, van egy csomó tutoriál róla a World Editről, úgyhogy én nem tudlak megtanítani ilyesmire. Megosztottam a streamet, köszönöm szépen, Shadow, nagyon-nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Esetleg dobjatok egy lájkot, hogyha tetszik az, amit láttok, ezzel kisegítetek nyilvánvalóan, és megköszönöm. Ázsiai a bonzai, azt tudom, Gergő, de hogy pontosan japán? Valaki tudja? Nagyon jó ez a live, örülök neki, Katalin, hogyha élvezed azt, amit látsz. Egyébként energetikusabb szoktam lenni, tehát kicsit... energetikusabb, tehát ilyen több erőm szokott lenni egy-egy streamben, de a mai napom az nagyon, az fejfájással kezdtem, és nem is értem, hogy miért fáj már napok óta a fejem. Nem értem. Igen, japán, köszönöm szépen, Badam. Igen, azért mondom, tehát utána néztem, de azok az információk, amiknek így septében utána nézek, azok nem maradnak annyira meg nyilvánvalóan, mint amit az ember úgy szívből megtanult, tehát azért, ja. Csak gondoltam, megkérdezlek titeket, hát, ha valaki jobban tudja. Nem haragszom, Angéla, viszont hogyha a Discord szerverre írsz, akkor azt sokkal jobban látni fogom én is, meg a többiek is. Én nem mindig, de a moderátorok igen. Hogyha nekem privátban írsz Instán, azt nem, egyáltalán nem valószínű, hogy meglátom. Inkább valószínűbb az, hogy nem látom meg, mint az, hogy meglátom. Bár mindig ez a zene van a fejemben, és most megint ez lesz, ez az. Jegestán, okozzunk egy kis szenvedést a zenével. Egyébként ezt én is nagyon sokszor dúdolom. Kínai származású, de Japánban terjedt el és vált híressé van Szejfa. Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy ilyen infókat is megosztotok velem. Ez szuper. Köszike. Kisegítő plugin építéshez, főleg szervereken szokták használni. Igen, GamerX, viszont van single playerbe is. Van single playerbe is. Nem használom a DC-t, vagy a DC-t. Sajnálom, Angéla, hát lehet attól még instán próbálkozni, de tehát nem hiszem, hogy vissza fogok tudni ott írni. Ittem egy-két teát, és jobban lett a fejem tőle. Ennek örülök. Én is szeretek teázni, sőt valószínűleg fogok is, bár lehet, hogy nincsen itthon citromom. Ami mondjuk eléggé szomorú helyzet lenne, mert az azért a friss citrom az eléggé fontos a egy jó teához. Örülök neki, hogyha tetszik ezt a zene. Szia Trixiket, üdvözöllek. Monsunfa. Hát hogyan monsunfa ez? Hát nem viccelj ma. Amúgy imádnám, hogyha az lenne a másik neve a bonsainak. Fanátokat küldök instán. Na ugye az is olyan, hogy azt is nem is biztos, hogy meglátom, hogyha ott küldöd. Ezért jobb a Discord, gondolkozz el azon, hogy fellépsz. Egy nagyon-nagyon jó kis alkalmazás, biztonságos alkalmazás, szóval nem kell tőle tartani. Nincsenek ott ilyen nagyon fura alakok, hogyha nem lépsz be olyan szerverekre, tehát nem ilyen... Nem kell tőle félni, az a lényeg. Sokszor mondjátok, látom például Andéknak a posztjai alatt, hogy nem engedik a szülők a Facebookot, stb. Mert ilyen meg olyan veszélyes, de szerintem, hogyha az ember jól használja és vigyáz magára, akkor nem. 18 körül vége lesz a streamnek, még le tudsz menni a kis körzetbe. Amúgy igen, igazad van teljesen. Jaja, igen. Ülök postán egy csomag citromot. Köszönöm szépen, Júlia. Discordon tanulok. Igen, Gergő, nagyon sok tanár, képzeld el, hogy Discordon tart órát. Nekem van egy olyan professzorom az egyetemen, aki a YouTube-on tart streamet. Most nem nyilván, tehát nem tudtok ti belépni, de ő a YouTube-on streameli le az óráját. Ez mekkora forma már, tök jó. Kis streamer a tanár úr. Mondjuk ő egy fiatalabb tanár, tehát hogy azért azt hozzá kell tenni.
Gergely Ambrus, szia Pörki Perot, írja, és köszönöm szépen a 2000 forintos szupercsetet, nagyon-nagyon aranyos vagy, nagyon kedves vagy, és neked is szia, üdvözöllek a streamen. Remélem, hogy jól érzed magad, és hogy kellemes volt a heted, és hogy egy kicsikét kikapcsolódsz így péntek, délután, este, kinek délután, kinek este ezen a kis streamen. Úgyhogy dőj hátra, igyál egy kis teát, és élvezd a streamet. Még egyszer köszönöm szépen a szupercsetet, nagyon-nagyon aranyos vagy, értékelem. Nagyon jól építesz, köszönöm szépen, Keri. Nagyon aranyos vagy, örülök neki, hogy így gondolod. Ez tényleg kedves tőled. Lehet, hogy a streamnek a végén lehet, hogy mutatok nektek valamit, de nem vagyok még benne biztos, hogy meg akarom mutatni. Most dolgozom egy nagy organikon, de lehet, hogy azért nem mutatom meg, mert ha valaki visszanézi ezt a streamet, akkor látni fogja, és abból videót szeretnék csinálni, hogy lehet, hogy nem mutatom meg. Nem tudom. Lehet, hogy inkább titokban tartom. Mi lesz ez? Ez kérlek szépen egy bonsaifa, de ott van a címben is. Titok. Így van, Zsofi. Titok. Nálam titok szokott lenni az ilyen privát jellegű információ, mint hogy mi lesz a következő videónak a tartalma. Nem tudom, szeretem az embereket úgymond egy kicsit így megvárakoztatni, hogy várják ezt az új videót, vajon mi lesz az. Vagy előre tudod, hogy mi az, akkor lehet, hogy nem annyira izgalmas, nem? Hello Lilla, örülök neki, hogy ide értél. Most már nem titok, de maga a kinézete az titok, Ez tök jó, Melinda, sok sikert nektek akkora ehhez a projekthez. Kalandpályát. Nem szeretnék kalandpályát csinálni. Nem egy rossz ötlet, de... Nem szeretnék kalandpályát csinálni. Én az ilyen kis saját ötleteimet szeretem kifejteni a játékban. Nekem így az ad egy ilyen élvezetet. Na, most viszont lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy... Tökéletesen, hogy tudnék írni. Rendben van, Lea, várunk vissza. Pápá. 200 like mindjárt meg lesz. Na hát, köszönöm szépen. Ha esetleg tetszik a stream, és úgy gondoljátok, hogy megérdemlek egy like-ot, akkor mindenképpen dobjatok egyet. Nyilvánvalóan kisegítetek vele, jól esik, kifejezhetitek a támogatásotokat, és semmibe sem kerül. Ez benne a legjobb. Oké, okay. Megvan. Nekem keddig nincs suli, mert tanítási szünet van. Az igen, Nokia. 16 tanár hiányzik. Hát reméljük, hogy jobban lesznek. Jók a zeneválasztás. Köszönöm szépen, Eszti. Nagyon-nagyon örülök neki, hogyha tetszik. De átiszom. Éppen Bendegúz. Ez az. Akkor most nyomok, mondja Trixi. Köszönöm. Moon meg is van. Köszi szépen, hogy szóltál. Kedves vagy. Köszönöm szépen. Valamint köszönöm szépen, srácok, a feliratkozásokat is. Nagyon-nagyon aranyosak vagytok. Hogyha esetleg mondjuk most jutott eszembe, hogy Twitch-en nem követtek, akkor kövessetek be. És mostában szoktam ott túlélőt streamelni, de csak anyaggyűjtést, szóval semmilyen nagyon izgalmasat, csak a túlélőmhöz anyaggyűjtést, tehát a túlélő sorozathoz. Eléggé sokat streameltem ott az utóbbi időben, és lehet, hogy ott ilyen affiliate leszek, ami olyan, mint a partnerség, csak egy kicsit ilyen lazább, tehát hogy streamelhetek máshol, nem vagyok szerződéshez kötve, stb. És hogyha szeretnétek esetleg ott követni, akkor mindenképpen gyertek. Lehet majd hamarosan csatorna pontokat gyűjteni, hogyha sikerül ezt elintéznem. Úgyhogy gyertek oda, link a leírásban. Nagyon szépen építesz, köszönöm szépen, Lara, nagyon kedves vagy. Botonc, te vagy a jó fej. Köszönöm szépen. Nem tudom, mi az Bendegúz. Mondtak valami, hogy 2 nem lesz általános iskola. Nem tudom, Bestremix, ez majd eldől. Ezt nem én döntöm el, de hogyha vannak ilyen pletykák, akkor lehet, hogy lesz ilyesmi. Vikieknél hiányzik a fele tanári kar. Na, az mondjuk tényleg szomorú. Na várjátok, lepakolom ide ezeket a blokkokat. Inni. Jött, nyomnék egy clear-t. És akkor most az lesz, hogy átváltoztatjuk ezt az egészet. Sima akáciára, tehát hogy ilyen erre a szürke fajta akáciára. Mennyi ideje megy a stream? 30 perce megy a stream. Mindig 16 órakor fogok innentől most kezdeni, legalábbis addig mindig, ameddig ugye nyilvánvalóan ez az egész otthonról tanulás online oktatás dolog megy. Tehát hogy
Azért raktam át, mert ez így nekem is kényelmesebb, meg ameddig zárva vannak este a boltok. Nem szeretném 8-kor abba hagyni a streamet, és akkor már nem tudok kimenni, hogy esetleg valamit elfelejtettem. Mennyire érdemes a Discordon megadni a pontos születési dátumot? Angela, igazság szerint nem fontos, nem, senki nem fogja látni, hogyha megadod. Úgyhogy nyugodtan. Nem fontos, szerintem. De hát ez rád van bízva nyilván. Sajnálom, King Csabi, hogyha nem tetszik az, amit látsz. Biztosan találsz még olyan streamet a YouTube-on, esetleg Facebookon, akik olyasmit streamelnek, ami neked is tetszik. Jó. Ez így egészen jó. Tehát nekem ez a szürke szín tetszik. Hogyha megnézitek mondjuk a legtöbb bonsai fát, azok ilyen szürke színűek. Most egyelőre ezzel így megelégszem. Aztán az lesz, hogy most megint ugye aranyjal, megcsináljuk a lombjait. És akkor ott is látjuk majd egy kicsikét a formáját. Mondjuk még lehet, hogy azon elgondolkodtam, hogy tudnék egy nagyon-nagyon egyszerű módot arra, hogy hogyan csináljuk meg a lombjait, de hát nem tudom, hogy azt akarom-e. Meglátjuk. Akarom úgy? Lehet, hogy akarom. csak eljövök ám már, hogy így mi a helyzet. Igen, ne linkeljünk dolgokat, inkább a moderátorok, hogyha ilyesmiről van szó. Eddig nagyon tetszik, örülök, amúgy egészen jó lett a formája, úgyhogy ez szuper. Közben köszönöm szépen, srácok, a feliratkozásokat, nagyon-nagyon értékelem, hogy itt vagytok, és köszi szépen még egyszer. Kutyát etetni, oksi, nyugodtan, az nagyon fontos. A kutyátetés. megvan, hogy mit csinálok. Ez nem jó nekem. Mi nem tetszik neki? Ez miért nem tetszik neki? Aha, ja, hogy mi, ja, Oké, rájöttem. Jó, oké, azt hittem, hogy brush van nálam, és ott, várjatok. Hogyha jól látom, akkor ez, ajaj. Mi ez? Random tick speed 0. Pedig ez eredetileg be volt ide véve, nem is nagyon értem, hogy most mégis mi van ezzel. Na mindegy. És akkor szépen megpróbáljuk megformázni. Eredetileg egy plugin, de modként is elérhető, igen. Sima világban olyan használok bőrdelítet? Ezt nem fogom tudni nektek tutoriálszerűen elmondani, de sima világban van mod. Tehát a bőrdelít az nem csak egy plugin, az egy modként is elérhető. Úgyhogy ezt le tudjátok tölteni, onnantól már a tiétek. Tehát, hogy többet ennél sajnos nem tudok segíteni ebben az ügyben. Le kell tölteni, ugyanúgy, mint bármelyik modot. Szívesen. Iszol még egy kis teát? Rendben van, Bendegúza, a te az... finom. Nagyon jól fog kinézni. Örülök neki, Lilla, hogyha tetszik. Szuper. 250 like. Na, Samu közben kérdezi. Hogyha esetleg tetszik a stream, akkor mindenképpen dobjatok rá egy like-ot, srácok. Megköszönném. Kedvesek vagytok. Minden nap egy tea. Így van, Zsófi, így van. Minden nap egy tea. Kb. Minden nap teázom amúgy. Tehát, hogy eléggé ritka az, hogyha nem. Ahhoz ilyen nagyon brutális dolognak kell történnie. Rekerestem a fára, és azt hittem, hogy az a szilevelőre gondolsz, de... nem. Kérdeztem. Lehet. Nem, én igazság szerint erre... most nem tudom ide beküldeni, de erre a kicsikét ilyen nem annyira lombosra gondoltam. Úgyhogy ezt majd mással kell szépé tennünk, ezt majd a kis üvegcsébe, amiben belerakjuk, vagy vázában, hogy azt kell nagyon szépen megcsinálni, meg így ilyesmi, úgyhogy ja, kíváncsi leszek. Vannak így ötleteim hozzá, meg nem csak ez a fa lesz, tehát hogy ezt csak azért írtam ennyit a címben, mert nem döntöttem még el, tehát hogy attól függ, hogy hogyan néz ki a fa, úgy fogom majd megcsinálni az egészet így hozzá, tehát majd így úgy igazítom.
úgy döntöttem, hogy ezt így kicsikét leszűkítem itt az alsó részt, mert túlságosan nagy lesz, túlságosan lelóg majd róla, és a bonsai fák azért annyira nem lógnak le szerintem. Legalábbis biztos vagyok benne a képek alapja, hogy nem lógnak le annyira, de hogy nem néznek ki annyira jó, hogyha nálunk meg most így lelógatnánk. És akkor ilyen levélfajtából csinálunk egy jó párat mondjuk. És akkor úgy meg már meg is leszünk körülbelül. Közben köszönöm szépen mindenkinek a lájkokat, nagyon aranyosak vagytok. Üdvözöllek titeket a streamen, remélem, hogy jól érzitek magatokat. Ez nem lesz kicsi? Miért kellene nagyobbat csinálnom? Nem nagyon értem. Szerintem nem kell ennél nagyobbat csinálnom. Ez most csak egy ilyen kis építkezés, szóval semmi komoly, nem projekthez készül, vagy ilyesmi van. Nem hiszem, hogy ezt nagyobbra kellene csinálnom. De amúgy egyébként tegnap így barátokkal nézelődtünk Builders Refuge-on, ami ugye egy ilyen építész szerver. Lényeg az, hogy ott voltak ilyen nagy-nagy szobák így berendezve. És ez nekem tökre tetszik ez a koncepció. És még így elgondolkodom azon, hogy csinálok egy olyat esetleg egy streamben, de szerintem az nem a mai lesz. Tehát ahhoz nem gondoltam ki eléggé a dolgokat. Hát aztán majd ki tudja. Meglátjuk. Most egyelőre csak a fára akarok koncentrálni. Kaptál nyersvízes kalácsot? Wow! Bendegus, sok sikert! Nagyon-nagyon örülök neki, hogy az apukáddal építkezel. Ez nagyon aranyos és nagyon egy tök jó családi elfoglaltság lehet. Szóval nagyon örülök neki, hogy időt töltesz a szüleiddel. És hogy a Minecrafton belül, ami ráadásul egy plusz szerintem. Most jöttem. Rendben, BB Brothers, üdvözöllek! Minden nap te a délután is egyből British lesz. British. Igen, British. Hello, Hunor Jakab. Üdvözöllek a streamen. De csak, hogyha feltartod a pinkit, akkor leszel. Akkor leszel igazi British. Köszönöm szépen, Boton, nagyon aranyos vagy, örülök neki, hogy így gondolod. Megyek majd a mamihoz. Szia, Bendegúz. Hát akkor jó mamizást kívánok neked, csak óvatosan. Mindenképpen csak akkor látogass meg a mamádat, hogyha biztosan egészséges vagy. Az idősebbekre egy kicsikét veszélyesebb ez a nyavaja. Szia, Csenge, üdvözöllek a streamen. Málnás tehát. Na, hajrá. Nekem a biocsillaút a kedvencem, az egy ilyen mentás finomság. Azt nagyon-nagyon szeretem. Nem mondom, az egész család Minecraftozik. Na, a Somának nagyon-nagyon örülök. Ez szuper. Szuper. Nagyon jó kis családi elfoglaltság. De esetleg van kedved, akkor nyugodtan mutasd meg nekik a csatornámat, hát ha nekik is megtetszik. Barátoknak, családnak, akiről tudjátok, hogy Minecraftozik, nyugodtan meg lehet osztani. Hát ha ők is találnak itt valamit, ami tetszik nekik. Csápafogály, hello tíme, a neked is csá. Én most tanultam meg brit akcentussal beszélni, és imádom. Mármint, hogy most lettél kész vele, mert szerintem egy akcentust felvenni az azért több év. Tehát, hogy olyan is, szerintem, hogy most tanultam meg éppen most akcentust felvenni. Szerintem az akcentusnak a megtanulása az több évet vesz igénybe. Legalábbis én itt tanultam az egyetemen, mert ugye én angolul tanulok. Nem akcentusokat nyilván, csak így gyakorlatban beszélgettünk erről, és akkor azért úgy felmerült az, hogy mégis mennyi idő. Mennyi idő. Mióta ismer engem Badam? 4 éve, ahogyan ő is írja, ugye? Aha, 16, te 2016, most már több mint 4 éve. Én is az angol teát szeretem. Az angol teát tejjel? Az igazi angol tea. Jó kis teljes. Amúgy én ezt nem szeretem. Mit építesz ott a címben, Ildikó? Mindig kírom a címbe, hogy mit szoktam, vagy hogy mit építek éppen. Szia Milánbici, üdvözöllek, minden rendben van velem, teljes mértékben, el vagyok, streamelgetek, minden a legnagyobb rendben.
igazából. Nem akarok túlságosan sok levelet rakni rá. Azt el akarom kerülni, hogy túlságosan sok levél legyen rajta. Mert ugye a bonsai fákon annyira nincsen túl sok levél, de ugye a Minecraftban meg nem néznek ki jól, hogyha nem raknék rá eleget. Tehát akkor az meg nagyon kopasz lenne. Úgyhogy meglátjuk majd még, hogy ez hogyan alakul. Nyilvánvalóan ugye itt alakítom, ahogyan jön az egész. Mi alakítgatom majd a leveleknek a hollétét, a formáját, az ilyeneket. Semmi baj, Ildikó. Figyelj, mindegyik rendszert úgymond meg kell tanulni. Nálam az a rendszer, hogy ki van írva a címben, hogy mit csinálok. Hogyha sokszor itt leszel, akkor úgyis megtanulod egy idő után, és akkor legközelebb már nem kérdezed. De hát nem baj, hát a kérdésekért senkinek nem harapjuk le a fejét. Ne viccelj. Kérdésekből tanulunk. Ilyenek vagyunk mi emberek. Survival cím, nem mondom be így a YouTube csatornádat, tehát nem szép dolog ilyet kérni egy másik videóstól, a tartalma alatt pláne nem, tehát én ezekkel dolgozom, ez nekem a saját kis platformom, amit építek, és az ilyen önhirdetés, meg stb. Én sem kértem soha senkit ilyenre, én sem írtam ki soha senkinek a videója alá, hogy nekem is van egy csatornám, nézzétek meg. Felfejlesztettem magamat egy bizonyos szintre, utána kaptam egy kis segítséget Anditól, és onnantól meg már teljesen magamtól, szóval, hogy türelem, tudom, hogy több óra van egy videóban és 10 megtekintés, hidd el nekem, másfél évig csináltam videókat 10 megtekintésre, tehát, és avonta jött ki egy új videóm, és nagyon nagy projektek voltak, és nekem is csak 10 megtekintés volt rajta, és másfél évig türelmes voltam, úgyhogy legyél te is türelmes, hidd el nekem. És ha olyanról kérdezünk, vagy olyantól, aki nem tud, hát ha olyantól kérdeztek, aki nem tud, hát attól nem fogtok választ kapni, nyilvánvalóan. Tehát olyan embert kell kérdezni, akiről tudjátok, hogy tudja. mi technikán szoktunk sütőgetni. Na, az tök jó, nekem technikán maximum ilyen origami volt, tehát itt semmi értelmeset nem csináltunk soha technika órán, pedig azon az órán, tehát az egy... Bármit csinálhattunk volna, hogyha kreatív a tanár. Bármit. És így... Sajnos nem. Nem volt az. Nem volt túl kreatív. Volt egy technika tanárom egyébként, aki kreatív volt. 300 like, jaj, közben köszönöm, itt látom, gyűjtitek. Nagyon-nagyon aranyosak vagytok, hogyha esetleg összejön, akkor annak nagyon örülök. Ha meg nem, akkor meg majd legközelebb. De köszönöm szépen mindenkinek, aki ezért szurkol. Kedvesek vagytok. Technikaiért kémiáztak. Hát Moon lehet, hogy azt fontosabbnak tartja a tanárotok, bár szerintem azért a technikának is eléggé fontosnak kellene lennie. Tehát nem baj az, hogyha az ember megtanul rendesen gondolkodni. Ugye nyilvánvalóan a kreatív dolgok, kreatív feladatok azok hozzák ilyenkor azért valamilyen szinten a tudást meg a logikus gondolkodást. Ugyanúgy szerintem ugyan a matekra azt mondják, hogy hát ez megtanít logikusan gondolkodni, szerintem ez ugyanúgy igaz a technikára meg az ilyen kreatívabb órákra. Szerintem amúgy az irodalom is ilyen, és sokan így alábecsülik egy kicsit az irodalmat. Hova jártam általánosban? Ezt nem mondom el neked, hogy hova jártam. Egy faluba jártam, szóval eléggé könnyű lenne kitalálni, hogyha elmondanám, hogy ki vagyok. Azt meg nem szeretném. Ez az Angéla, hát akkor üdv a Discord szerveren. Kancsi? A technika tanárad? Kancsal? Azért nem szabadám bántani, hogyha kancsal, nem tehet róla. Téged sem bántanának, hogyha kancsal lenni, legalábbis nem lenne szabad. Bepixelesett a live. Bepixelesedett. Az a baj, hogy úgy próbálom meg felolvasni az üzeneteket, ahogyan beírjátok. Lehet, nekem biztosan nem, tehát a streamer nincsen baj, valószínűleg lejjebb állítodott neked a minőség, mert nem bírja a géped a streamet. Vagy állítsd egy kicsikét lejjebb mondjuk 480-ra. 1080x60-ba szoktam streamelni, hogyha azt esetleg nem bírja neked, akkor állítsd mindenképpen lejjebb.
De egyébként nyugodtan a modik szólhatnak, hogyha valami ilyesmi gond van, de nem hiszem, akkor már szóltak volna. Mastering leveleket? Nem, a bonsai fában ilyen levelek vannak. Másfajtát nem szeretnék belerakni. Ja, 1080x60, miért? Mit mondtam? 1080p és 60fps-t akartam mondani. Jó, de úgy írja a kép, szóval tök mindegy, lényegtelen, mindenki érti, hogy mire vazzok. Minecraft pixeles, wow. Ja, Minecraft, ez ne viccelj. Pixeles, mint a fene. Nem mondom be a neved, ilyet nem írunk. Névbemondás nincsen. Hogyha írsz nekem egy kedves, értelmes üzenetet, vagy egy olyan kértést, amit beolvasok, és esetleg meg is látom, akkor azt névvel együtt beszoktam olvasni, de ilyen névbeolvasást miért kérnél? Mi hasznod lesz belőle? Hogyha én itt most beolvasom a nevedet. Tehát semmi. Ne kérjünk névbeolvasást. Mi mobilszom pont a bonsai fáról? Na, ez szuper. És örülök neki egyébként, hogy így írtad le. Én csak azért írtam, illetve nem tudtam, hogy az átírást ismerik-e az emberek, vagy be fognak szólni, hogy nem így írják. Ugye úgy van, hogy ami nem latin betűs, azt átírjuk latin betűsre, ilyen kiejtésszerűen így félig meddig. Bár talán Badam jobban tudja a törmöt erre, hogy ezt hogy nevezik, amikor így átírjuk. De az a lényeg, hogy ezt átírjuk. Viszont én nem akartam átírni, mert mondom, hogyha valaki nagyon okoskodni akar, akkor nagyon bele fog ebbe kötni. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy leírom úgy, ahogyan a legtöbben ismerik, ahogyan mondjuk angolul is leírják. Viszont amúgy igen, ezt úgy kell leírni, ahogyan írtad. Azt hiszem. Pécsi vagyok, Krisztián. Mi sem csinálunk semmit technikán, csak írni szoktunk a füzetbe. Hanna. Az elég durva. Igen, átírás. Igen. Igen, és bonsai fának írnák, tehát bonsai, csak nem úgy akartam, mert mondom, hogyha valaki az angol leírást ismeri, és nagyon bele akar kötni, akkor beleköt. Nézői játék, tegnap volt. Nézői játék. Mostanában nem lesz. Jövő hónapban lesz majd Bencékkel szerintem megint. Vagy Creepy Kerotékkal, azt még nem döntöttük el. Még nem nagyon beszéltünk erről. Meglátjuk. Hello, szia Darklight, mi? Darklight, bocsánat. Szia. Sajnálom, hogy elvágtad a kezedet, Tom. Ez eléggé rosszul hangzik. Ráadás egy papírral. Valami horror pálya? Mi? Nem, ja, horror játék, nem lesz. Nálam csak Minecraft van. Hogyha körbenézel a csatornán, rákattintasz a nevemre, és körbenézel a csatornán, akkor láthatod, hogy nálam csak Minecraft van. Én Minecraftozni szeretek, ott is leginkább építeni. Úgyhogy... nálam ilyesmi tartalomra lehet számítani. Among Us játékot ismerem és szoktam is játszani, viszont videó abból sem lesz, mert nem tudom, az most olyan, hogy most mindenki azt nyomatja, mert most az népszerű, meg sokan szeretik. Én viszont ragaszkodnék a Minecrafthoz. Ebben az esetben is. Van horror Minecraft is. Jó, de az mod, és nekem az nem tetszik. Én saját kis útfőmből szeretek építkezni. Én ezt szeretem. Mindenki mást szeret. Fel fog kerülni, igen, nagy YouTube fel fog kerülni. Szerintem már ma este. Nagyon valószínű, hogy már ma este. Meg tudod már nézni majd. Szia kockó a srácok, gaming, üdvözöllek a streamen. Csaba, arról amit látsz a képernyőn. Csak is arról maradtál le. Alice, köszönöm szépen, hogy számolod. Srácok, akkor dobjatok még egy lájkot. Alice írta, hogy mindjárt megvan a 300. Kedvesek vagytok, hogy így nézitek. Köszönöm szépen.
Nekem itt stream alatt annyira nincs így időm, meg nem is azért csinálom, hogy azt nézegessem. Na, én azt mondom egyébként, hogy ez a Bonsai Fest készen van, szóval 50 perc alatt sikerült megcsinálnunk. Nem baj, nem baj, mert akkor legalább lesz időnk köré építkezni. Mit szóltok ez? Valamit építkezni köré. Nyilvánvaló, hogy tehát, hogy az a váza, amiben majd belekerül, hogyha van valami különleges neve és ismeritek, akkor ezt nyugodtan leírhatjátok nekem. Tehát az a váza, ami majd tartja, az még nincs kész. Örülök neki, Kim. Azt írtad, hogy azonnal megnézed, hogy van-e valami videó, amit most tettem föl mindig, amikor hazajössz. Ennek nagyon-nagyon örülök. És mégis mi történik? Megköszönöm. Mostában sokat szórakozik a telefonom. Szóval nyugodtan meg lehet írni, hogyha van valami probléma. Szerintem amúgy nincsen. Aha, aha. Ja, hogy látom, itt egy-két embernek beakadt. Na, Milán Pintér, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megírtad. A bon az az edényt, tálat jelenti, a száj pedig maga a növény. Ez nagyon jó. Szuper, szuper. Kezd szórakozni. Nem, az enyém volt valószínűleg. Az én netem volt valószínűleg. Nem értem, hogy miért ilyet talán még soha nem csinált, de nem baj. Minden napra kell valami idegeskedés a streamer kapcsolatban. A YouTube-os soha nem bírja ki, hogy ne legyen valami ilyen gondja. Sajnos. De most jó. Teljesen jó. Nem is veszítettünk el csak 30 embert, úgyhogy annyira nem gáz. De talán majd visszalépnek. Mi a véleményem az 1.17-ről? Nekem nagyon-nagyon tetszik az 1.17. Abszolút egy nagyon jó kis... Nekem lefagyott a kép az előbb. Nem, megállt a live ténylegesen. Nálam is, sajnos. Oké, na szóval, most csináljuk meg azt, hogy legyen, ugye megint csak aranyból, és legyen mondjuk egy, hát egy 5-ös, 6-os, legyen egy, hát legyen inkább 6-os. Csinálunk neki most mindjárt egy, egy betű különbség, és már is kész a káosz. Tehát, hogy csinálunk neki egy ilyen vázát. Nagyon örülök, hogy megírtátok, hogy mit jelent a bonsai. Amúgy most így mondjátok, így ismerős nekem már ez a történet, de köszi, hogy megírtátok. Ez tényleg tök jó. Tök jó ezeket tudni. Szóval, ha valami még érdekességet tudtok a bonsai fáról, akkor azt nyugodtan megírhatjátok. Akár Wikipédiáról is, nem muszáj mindent fejből tudni. 350 like legyen meg. Jó, legyen meg. Srácok, lájkoljátok a streamet, hogyha esetleg még nem tettétek, nyilvánvalóan kisegítitek vele a streamert, jól esik, jó látni azt, hogy ennyien támogattok, úgyhogy ha esetleg van kedvetek és tetszik az, amit csinálok, akkor mindenképpen. Mindenképpen. Tanulhatnék tőled építést faterén. Igazából szerintem nem emberektől kell tanulni, hanem leülni és gyakorolni és nem elengedni. Én most 3 órát töltöttem az utóbbi napokban egy organiknak az építésével, amit a gyakoroltabb építészek, akik erre vannak szakosodva, erre a tipikus, nem tipikus, erre a... pontosan erre a fajta organik építésre, nem mondom meg, hogy mi az, azoknak ez egy ilyen óra. Nekem meg 3 óra, és még így sem vagyok vele megelégedve, szóval minden gyakorlás kérdése, az, hogy mennyire vagy gyors nyilván, az, hogy mennyire vagy ügyes, szóval le kell ülni arra a popsira, és... el kell kezdeni építeni, és úgy hidd el, hogy menni fog. Úgyhogy én ebben hiszek. Lehetséges, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy ő meg tud tanulni abból, hogy másokat másol, és egy idő után akkor ő is tudja. Én a másolós technikával nem vagyok kibékülve, nem is tudom úgy alkalmazni gyakorlatban. Hello Borbála, köszönöm szépen, hogy itt voltál, ha esetleg még nem dobtál egy lájkot, akkor mindenképpen tedd meg, kisegítenél vele. Anna, neked is szia. Üdvözlünk a csatornán, Tom. Üdvözöllek. Már most szereted a videóimat. Na, ennek örülök. Kedves vagy. Okili-dokili. Itt ezt majd mindjárt még így kitalálom, hogy hogyan lesz. Szeretném, hogyha ez itt lejönne, és mondjuk ez így minden oldalon lejönne, tehát hogy nem csak az egyiken. Nem akarom nagyon elrontani, de lehet, hogy elfogom. Azért csinálom egyébként másik blokkal
azért sem a másik blokkal. Ezt is majd kicseréljük, csak összör látni akarom. Mi a situ. Situ, majdnem azt mondtam, hogy mi a situ. És ilyen furán hangzana, főleg, hogyha már angolul beszélgetünk. Vagy angolról beszélgetünk. Ezeket még esetleg majd fél lapokkal ki tudom cserélni, hogyha nagyon nem tetszik. De most egyelőre kivéljük bele békülve, aztán majd meglátjuk. Közben köszönöm szépen, srácok, a feliratkozásokat, üdvözöllek titeket a csatornán, hogyha esetleg még nem néztetek körbe, akkor mindenképpen tegyétek meg. Leginkább építős videókat csinálok, viszont mostanában van egy túlélő sorozatom is, amiben szintén építek, tehát az a lényege, de ettől függetlenül szerintem élvezhető. Tanulsz koreaiul, az nagyon jó, az szuper. A nyelvtanulás az nagyon fontos, teljesen mindegy, hogy milyen nyelv az. A nyelvtanulás az fontos. Az fontos. A világban is, hogyha esetleg külföldön akarsz mondjuk dolgozni, vagy külföldre akarsz menni, vagy csak eleve a munkaszerzéshez is, mert nagyon-nagyon sok helyre kell nyelvvizsga, ilyesmi, úgyhogy nem árt, hogyha az embernek van többféle, úgymond, olyan dolga, amiben ügyes. És a nyelv az egyik ilyen nagyon alap, amire nagy szükség van. Hogy vagy, papagáj? Köszönöm szépen, Tima! Nagyon jól érzem most magam, hogy itt streamelgetek. Nyilvánvalóan ugye kicsit betegnek érzem magam, az annyira nem kellemes, de hát most ez van. Most nem tudok már mit csinálni. Ezt kell szeretni, ugye? Szokták mondani. Aha, itt majd ezt valahogyan így, aha, itt majd fél lapokkal még egy kicsikét ezen igazítunk, de hogy így nagyjából valami ilyesmit szeretnék, ami így azért látszik, hogy megtartanám magát egy asztalon, de, na, hey. Ó, oh, ja, oké, látom, nem vagyok ám vak. Veletek volt már olyan, hogy egy napot hiányoztatok suliból, de aztán rögtön történt valami izgalmas, vagy éppen szuper? Nem emlékszem ilyenre, biztosan volt, de így nem tartottam fent ennek az emlékét. Köszönöm szépen a feliratkozásokat, srácok, közben nagyon jó fejek vagytok. Remélem, hogy jól érzitek magatokat a streamen. Nem túl pici az a cserép? Nem, a bonsai fák azok kb. Ekkora cserépben vannak. De azért köszönöm szépen, Maja, hogy rákérdeztél. Ilyenkor én is megnézem, hogy biztos jó-e, biztos elég nagy-e. Hogyha rákeresem mondjuk arra, hogy bonsai fa, vagy bonsai tree, akkor láthatod, hogy körülbelül ekkora nekik, tehát hogy nem túlságosan nagy. Nagyjából akkora, mint a törzse. Ezért én is gondolkodtam, hogy ennek hol fér el a gyökere? Építs egy házat. Annyi házat építettem már. Nézd körbe, Tima, a csatornán. Teszek a bonsaira virágokat. Lehet, hogy teszek majd rá. Még nem döntöttem ám. Meglátjuk. Slopes-al, Julia. Na jó, oké. Slopes-al streamelek. Szia, Angry Galamb! Hello! Üdvözöllek a streamen. Mi a helyzet? Hogy vagy? Mesélj. Hannának annyira nem örülök. Nem szeretem, amikor az én videóim alapján építenek az emberek. Mert az nyilvánvalóan saját. És jobb szeretem, amikor gyakoroltok. Tehát az építés az arra is van, hogy gyakoroljatok. Nem csak arra, hogy csináljatok valami szépet. Tessék szépen magadtól. Lépj be egy világba, és kezdj el tervezni. Kezdj el tervezni, és hidd el, hogy menni fog. Bízz magadban. Tudom, hogy sokszor az emberek nem bíznak magukban, és ezért nem kezdenek el sajátot építeni, de hidd el nekem, hogy menni fog az. Nem érdemes másoknak a munkájáról csinálni a dolgokat. Hidd el, hogy a végén sokkal boldogabb leszel akkor, hogyha egy kicsikét mondjuk nem annyira, elsőre nem annyira szép a házad, viszont a sajátod, akkor látni fogod majd magadon a fejlődést. Úgyhogy én nem nagyon örülök annak, amikor az emberek azt mondják, hogy az én videóim alapján építik a házaikat, mert nekem a Minecraft, ugye a saját bevallásom szerint egy ilyen
egy ilyen festői paletta. És nyilván a festők sem szeretik, amikor valaki azt mondja nekik, hogy hello, mindig lefestem ám a festményeidet. Nyilvánvalóan ugye nem szeretik. Tehát ez nekem egy önkifejezési dolog. Amit én építek, az úgymond egy rész a személyiségemből, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. És hogyha úgymond lemásolja valaki azt, amit csinálok, akkor ez egy kicsikét olyan, mintha a személyiségemből venne el. Értitek, hogy mit mondok? Szóval semmi baj, csak érdemes így használni a Minecraftot. Egy kicsit ilyen önkifejezése. Építs egy vonalat. Tima, köszönöm szépen a sok-sok ajánlást, de hidd el, van egy csomó ötletem, hogy mit szeretnék építeni a jövőben. Örki, te nagyon kreatív vagy és boldog. Pocon. Igyekszem mindkettő lenni. Örülök neki, hogy így gondolod. Lehet, hogy már kijelöltem ezt a cserepet, de lehet, hogy nem, ezért most kijelölöm még egyszer. Örülök neki, így látod. Az biztos, hogy boldog vagyok. Tehát, hogy nekem nagyon nehéz elrontani a kedvemet. Nem igazán szokott problémát okozni az, hogy boldog legyek. Hogyha esetleg, srácok, tetszik a stream, meg amit láttok, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot. Nyilvánvalóan sokat segítenétek vele, és cukik lennétek tőle. Hanna, figyelj! Azért lehet, hogy azért nem sikerült, mert nagyon olyanra akarod csinálni, mint amilyen az enyém. Nem? Nem lehet? Szerintem simán lehet. Próbáld meg a sajátodat. Csak próbáld meg. Hidd el, hogy menni fog. László, nos, hogy telt a napom? Betegen. Egy kicsikét beteg vagyok. Aminek nem nagyon örülök, de hát nem tudok valamit csinálni. Sajnos. Úgyhogy igen. Próbálok túljutni rajta. Ez 33? Vagy 133? Vagy 22? Vagy 122? Nem emlékszem rá. Mindegy. A reklám után kiderül. Ja, nem. Jó, akkor ez lehet, hogy ez 133. Nem 133, akkor viszont 22. Ez az, ha. Oké, okay. És akkor most ebbe egy kicsikét így beleszólunk. Így mondjuk. Jennel. Égyni. És akkor szépen így meg lehet ezt csinálni. Egy kicsikét legyen neki valami másfajta formája. Így. Kicsikét ne legyen annyira ilyen túlságosan élesek. Ezek a, ne legyenek túlságosan élesek ezek a formák. Ó, ez így egész jó. Most ezt tudjam leutánozni így. Így szépen így elívesedik. Szupi, ennek most örülök, ez így alakult. Ez nagyon tetszik. Örülök neki, Konrád, hogy ez neked nagyon tetszik. Tök szuper. Örülök neki, hogyha valami olyasmit tudok csinálni, az embereknek így tetszik. Szupi. Köszönöm, Aliz! Ki nem dobott még lájkot, kérdezi Zsófia? Nem tudom, aki még nem dobott, az dobjon. Hát szegény Zsófi tiszta szomorú, hogyha nem dobtok lájkot, hát ne vicceljetek, nézzetek rá szegényre. Hát szomorú. igen, itt most lehet, hogy csinálunk valami, nem tudom, nem dzsungelből, de mondjuk egy ilyenből. Hát ha, meglátjuk. Próbálom egy kicsikét másfajta fákból csinálni, mint amilyenekből így alapból csinálnám. Tehát, hogy inkább fából akarom. Akarom, hogy ilyen, nem is tudom, ilyen természetet sugárzó legyen a kinézet. De hogy amikor ránéztek, akkor azt lássátok, hogy ebben a természet van benne. Tehát, hogy az egész ilyen természetes. Remélem, hogy ez össze fog majd jönni. Vagy lehetséges, hogy ezt egyebb beljebb kellene. Na, innyi meglátjuk. Nem akarom nagyon húzásba vinni. Lehetséges, hogy inkább ilyenre kellene ezt. Köszönöm szépen a lájkokat, közben itt látom, hogy írjátok, hogy meglett a 150. Várjátok, csuklani fogok. Iszok, megcsuklok, pillanat. Reméljük, hogy most már nem fog csuklani. Soha nem csuklottam még talán streamben. De az előbb most sikerült. Talán nem. A organikus fákat a legnehezebb alkotni. Vista videó, nem értek egyet. Organikus embereket a legnehezebb alkotni. Az nagyon nehéz. Organikus fákat még könnyű. Én azt mondom, hogy az organikok között talán az organikus fák a legkönnyebbek. De lehet, hogy mindenkinek teljesen más. Úgy megcsaptam a like gombot, hogy fekete lett. Ez az. Köszönöm szépen, srácok, közben a lájkokat.
aranyosak vagy csak. Nyilván a diszlákokat is köszi, mert azt is ugyanolyannak veszi a YouTube, mint hogyha lájkolnátok. Szóval, ha rosszat akartok egy videósnak, akkor inkább ne nyúljatok a gombokhoz, és ne írjatok kommentet, mert az nekünk az segít. Na szóval, itt azt gondoltam, hogy itt valamit szórakozhatnánk a lépcsőkkel. Mit szóltok hozzá? Valamit itt ki akarok ebből hozni, mert itt ez itt nagyon ilyen nye. És tudjátok, hogy nem szeretem azt, amikor valami ilyen nye. Lehetséges, hogy szlebek lesznek belőle, és nem. Aha, talán így. Mennem kell, sajnálom Maja. Remélem, hogy attól függetlenül még úgy jól érzed, vagy jól érezted magad, hogy menned kell. Vigyázz magadra, vigyázz sok teát, és húzzál maszkot, hogyha kimész. igen, VTR-re járok. Hogy megállt a csatorna rohamos növekedése? Hát, hogy? Úgyhogy a YouTube-nak az algoritmus az így működik. Egyszer megdob, egyszer nem foglalkozik veled, egyszer nem is adja ki az értesítéseket a feliratkozóidnak se, szóval... Nagyon szubcsi lesz, na, szuper, örülök neki, hogy tetszik. Hoztam teát, szuper gamerix. Ennek örülök. Visszatérve még erre a kérdés, hogy lát a csatornának az ilyen rohamos fejlődése. Nem jó, hogyha rohamosan fejlődik a csatorna. Tönkre vágja a statisztikát. Tényleg. Tehát, hogy rosszabb, mint hogyha százassával nőne hetente. Most úgy nő egyébként, hogy így hetente kb. Százassával. Ami tökéletes tempó, szerintem. Hidd el nekem, hogy nem jó. Nem jó, hogyha gyorsan nő. Egyszerűen a statisztikát azt így tönkre teszi. Tehát utána olyan nehezen tér magához, mert akkor olyan sok ember látja egyszerre a videóidat, hogy a YouTube utána úgy érzékeli, mintha már nem néznének, közben meg csak visszáll a normára. Úgyhogy én inkább azt kívánom, hogy ne legyen még egy ilyen, mint az első túlélő résznél, hogy... Tehát háromszor annyian látták a túlélő résznek az első, tehát a túlélő sorozatnak az első részét, mint ahány feliratkozom most van. És ugye nyáron 8000 feliratkozom volt. Úgyhogy így... Kicsit így durva volt. Köszönöm szépen, Soma! Örülök neki, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Viszont később jön a face reveal. Nem baj, Levente. Amúgy is a face reveal az valószínűleg... tehát az úgy lesz, hogy... Instán lesz. Vagy a kettes csatornán, nem a fő csatornán. Nem tudom még. Nem gondoltam teljes mértékben végig, hogy hogyan lesz, de... Nem tudom, nekem annyira nem fontos. Tehát lesz valahol, mert megígértem, azt nem, hogy hol, úgyhogy azt meg majd eldöntöm, hogy hol szeretném. Instán vagy hol. Tudtál nélkül élni? Hát ez az. Lehet a Photoshop egy odót túl kicsi hozzá, hogy odót csináljak bele, mert akkor meg már csináljak bele valami állatot, akkor ahhoz túl kicsi, Aha, na ez így már egészen érdekes, jól van. Egyetemi is online oktatás zajlik? Igen. Én nekem elég sok tanárom már az év elején úgy döntött, hogy online adja le. Dávid, ezt már a tegnapi streamen is szétszpemelted, hogy létezik-e ilyen videókártya. Nézz utána, hogyha biztos vagy benne, hogyha beírod ezt a számot, és hogy video card, akkor ki fogja neked adni az ajánlatokat, hogy egyáltalán van-e ilyen. Miért lebeg? Azért, mert még építem. Azért, mert ilyen kedvem van. Nem tudom. Legtöbb témára allergiás vagy. Minecraftozás közben nézed a live-ot? Na ez szuper, Mátyás. Jó Minecraftozás neked.
Mióta foglalkozol a Minecraft építészettel? Olyan 2018-2017 óta. Körülbelül. Kávé. Nem Pécsen jártam középiskolát. Miért pixeles a Minecraft? Hát azt én nem tudom. Már a Minecraft az... pixelek bele. Ki ott hagytál egy lebegőfát. Imádom. Igen, agancs. Ott hát. Amúgy, most szerintem ilyenekből fogok ilyen lelógó kis indákat csinálni, mégpedig azért, mert mindig ilyen virágfüzéreket csinálok, már annyira unalmas, most már mindegyiken. Hogyan építel ilyen szépen? Úgy építek ilyen szépen, kérlek szépen, hogy gyakoroltam, leültem a kis popsimra, és 2,5 évig építettem. Úgy. Gratulálok, nagyon kreatív és nagyon jó érzéked van ehhez. Köszönöm szépen, Pindul film, nagyon aranyos vagy. Örülök neki, hogy tetszik az, amit csinálok. Egyébként, srácok, még annyi, hogy szándékosan hagytam ki ágakat, amikre nem raktam leveleket. Mégpedig azért, mert hogyha most beküldeném nektek, hogy mi mondjuk az inspirációm erre a fára, ugye nyilván egy valódi, egy boltban lefényképezett bonsai fa, akkor látnátok azt, hogy nem túlságosan sűrűek a lombjai. Szóval azért igyekeztem nem túlzásba vinni. Miért? Nem gondolkoztál építészmérnökként remény? Nem, mert nem vagyok jó matekból. Szerettem volna, de nem vagyok jó matekból, úgyhogy ez nálam ki van zárva. Az, hogy valakinek van érzéke a Minecraft-beli építéshez, az nem azt jelenti, hogy építész lesz. Sajnos nagyon sokan úgy gondolják magukra, hogyha megtanulnak lerakni pár blokkot, akkor egyből már egy egyetemi diplomás építésznek számítanak, ezt sajnos tapasztaltam már építészeken. Én ezért is nem hívom magamat építésznek, nem tudom, hogy feltűnt-e. Néha az egyszerűség kedvéért igen, hogyha olyan környezetben vagyok, de hogyha ahol ki akarom egy kicsit fejezni magam, akkor ott építőnek hívom magam. Ilyen például az Instagram profilom is. Azért nem, mert ezt az építész titulust, ezt meghagynám azoknak, akik az egyetemi éveik alatt több millió forintot öltek a tanulmányukba, és valóban fel tudnak húzni egy házat a való életben, és profik és embereknek csinálnak lakhelyet. Ez őket illeti. Tehát nem engem, aki Minecraft-ban le tud rakni 4 blokkot egymás mellé, és azt szépnek hívja. Tehát, hogy nekem erről ez a véleményem. Lehet, hogy sokan nem értenének velem egyet, főleg azok, akik építenek, ők nagyon nem értenek velem egyet sok mindenben. De én ezt így gondolom. Tehát szerintem ez a titulus, ez nem jár egy játékra. Tehát, hogy erre az építész titulushoz, nem megnevezéshez, szerintem szükséges az, hogy legyen egy okmány, mert ez egy valós, nem is tudom, egy valós végzettség. Nem PC-n játsz, hanem PS4-en? Hát azon is lehet építeni, figyelj. Mi a véleményed, Mr. Nem hallgatok magyar zenét, őt pedig főleg nem. Nem az én stílusom, de alapból nem hallgatok magyar zenét. Jóvid is vagy. Köszönöm szépen, és Dávidot némították is, gondolom azért, mert megint kérdést spamelt. Ennek nem örülünk. Igen, spamelt a kérdést. Jól van akkor. Dávid, szóltunk már, hogy ne spameld a kérdéseidet. Szerintem jó jegye a tézében a 3-as. Nem rossz, hát attól függ, hogy ha 5-öst akartál, akkor rossz. Nimítás csak. Ja, tudom. Most egyelőre csak azt kapasztál majd. Jön a többi, hogyha. Na most már kétszer volt némítva, miatt harmadikra már végleges lesz sajnos, úgyhogy ne csináld ezt, ne legyél rossz fiú. Nem annyira tudsz jól építeni, nem baj Milán, gyakorolj és akkor menni fog. Na, oké, csináljunk még dolgokat. Nem hagyjuk ennyivel abban. Nem úsztuk meg. A tetejére rakok virágokat. Imádom, amikor egy fa tele van virágokkal. Nem az arany lesz a virág, majd mindjárt kicserélem. Még mielőtt valaki megkérdezné. Mindig van valaki, aki megkérdezi. Nyugalom. Nyugalom, nyugalom, srácok. Vedd feljebb a minőséget. Ja, lehet, hogy lejjebb dobta neked a minőséget. Vedd feljebb 1080-ban. 1080p-ben és 60 fps-ben streamelek. Csak hogy Badam is boldog legyen, hogy így mondom.
Így van, Pindurral teljes mértékben egyetértek, mindenki másban tehetséges, és meg kell találni, hogy miben vagy, vagy az nem kell abban tehetségesnek lenni, amiben XY a YouTube-on. Tehát nektek nem kell jónak lenni Minecraft építésben, lehet, hogy ti olyasmiben vagytok jók, amiből sokkal többet kerestek, és én szeretnék abban jó lenni, de nem vagyok. Tehát, hogy értitek? Ez csak preferencia kérdése. Én ebben szerettem volna jó lenni, ezért ezt gyakoroltam. Nyilván, hogyha más gyakorolok, akkor másban leszek tapasztaltabb, úgyhogy gyakoroljátok azt, amit szeretnétek, de alaposan gondoljátok át, hogy mit szeretnétek, mert valamivel lehet sok pénzt keresni, mint mondjuk akár a rajzolással, a dizájnolással, valamivel meg nem, mint például a Minecraft építéssel, meg a videózással. Ezekkel nem lehet sok pénzt keresni, ezek inkább ilyen... Persze lehet, hogyha több millió feliratkozója van az embernek, de hogy úgy alapból nem egy stabil megélhetés, tehát ezt higgyétek el nekem. És nem csak 25 ezer feliratkozóval szerintem, hanem 300-zal sem rettenetesen stabil. Köszönöm szépen Milán, örülök neki, hogyha tetszik. Csaba, köszönöm szépen, örülök, hogyha tetszik a stream. De hogy vagy jeges, te a mindenben béne, hagyd már abba. Amúgy milyen texture-packet használsz? Több külföldi videósnál is látod. Leírás. Az a nézőknek a kriptonitja a leírás. Tehát, hogy ha valami ott van a leírás, nem nyitjuk meg. Fúj, leírás. Pedig ott tök sok minden van ám. Rólam is, sőt, még a Minecraft építésről is, ahogyan beléptek egy új világba, rengeteg olyan parancsot kiírtam nektek, ami nagyon hasznos, amiket én is használok, amikor belépek egy új világba, hogy ne zavarjanak a mobok, ne zavarjon a levélnek a lehullása, ne gyulladjon ki az építményem, stb. Érdemes megnézni a leírás, mert igyekeztem nagyon sok mindent, nagyon sok információt ott leírni. Ötöst kapsz mindig, amikor festesz. Ez szuper, Kim, ennek örülök. Szia, Apple Pile! Neked is jó estét. Új leírás. Igen, Alice, ugye? Mondom én. Fúj. Nem nyúlunk a leíráshoz. Nem. Leh. Tegnap játszottam veled. Lehet zétény, lehet, hogy játszottunk. Hát ugye Hypixel volt tegnap Andiékkal közösen. Lehet, hogy bekerültél a partiba, nem tudom. Nem figyeltem a neveket, de örülök neki, hogyha sikerült velem játszanod. Új, az undi leírás, ugye, Dávid? Ugye? Mondom én. Oké. Na és akkor most legyen olyan, hogy itt lehullanak a levelek. Vagy a levelek, a virágok. De hogy ilyen nagyon durván lehullanak, mondjuk így. És így elfújja őket a szél így oldalra. Közben olvasom ám a csetet, szóval nyugodtan írjatok, hogyha allergiás vagy a leírásokra. Én is, ugye milyen undi? Mi az zene címe? Fogalmam sincs. Egy lejátszási listát válogattam össze magamnak néhány hónappal ezelőtt, most azt hallhatjátok, úgyhogy egyesével fogalmam sincs, hogy mi van benne. Nagyon jó kérdés, de nem ingyenes, szóval ezért fizettem. Tehát van egy ilyen oldal, nyilván több ilyen oldal van, ahol lehet előfizetni, és akkor ott használhatod a videóidban, meg a streamjeidben a különböző zenéket, amiket ez a szolgáltató biztosít neked. Én az Epidemic Soundot használom, ismétlem, leírás, ez is ott van a leírásban. Ők nagyon-nagyon jók, kicsit drágák, szerintem így alapból, de nekem megéri, mert ugye van már YouTube-ból bevételem, tehát ki tudom fizetni, szóval nem a saját pénztárcámból kell kifizetnem ezt már, hanem azért ez a bevételből, reklámokból, akkor a csatornatagoknak a támogatásából, ugye erre megy el igazából. Kezdem megszeretni ezeket a zenéket. Na, ennek örülök. Én alapból nagyon szeretem őket. Eddig is szerettem. Egyébként azt vettem észre, srácok, hogy amikor már ugye streamen kívül mondjuk építgetek, akkor ugyanezeket a zenéket dúdolgatom magamba, mert az agyam már összekapcsolta az építést ezekkel a zenékkel. Nagyon durva.
Mi ez? Kicsit fura volt az előbb így. Beakadt. Jaj, tudom is, hogy miért, mert ez a világ ez 1.17-ből lett átrakva. Mutattam is, hogy miért, mert itt van egy kápolna, amit 1.17-ben építettem, csak átraktam 1.16-ba. Ez az a világ, az 1.16-os, hogy ki tudjam cserélni a blokkokat, és le tudjam fényképezni shaderrel is, amit építettünk, és ki tudjam rakni úgy Instára. És ezért egy kicsit ilyenkor, amikor visszafelé léptettek egy Minecraft világot, verziószámba, akkor egy kicsit korruptálódik, tehát vannak ilyenek, mindjárt látni fogjátok, hogy egy másodpercig megakad a kép, de ez nekem is, tehát ez nem a stream, ez a Minecraft. Ez azért van mélyen, hogy egy kicsikét korruptálódik a világ. Láttátok például az előbb? Érdekes. Nem szeretem, de hát most ezzel kell sajnos dolgozni. Fordítva látják az üzlegomot. Lehet, lehet. Ami köszönöm szépen mindenkinek a lájkot, srácok, hogyha nem lájkoltatok még, akkor hajrá. One kérdezi, hogy melyik a kedvenc blokkom. A sötét prizmarint mondom mindig is, de ahogyan jönnek be az új blokkok, úgy lesznek új és új kedvencek. Úgyhogy majd lehet, hogy kitalálom, hogy melyik az új kedvencem, nem tudom. Annyit kérdezgettétek mostanában, hogy melyik a kedvenc mobom, hogy mindig mást mondtam, de most elhatároztam. A brown mushroom, a barna gombatehén, az a kedvencem, kész pont. Magdona, légy szíves, ne spameld a kérdéseidet. Szia Gergely, örülök neki, hogy visszajöttél. Örülök neki, hogy visszajöttél. Lyukat tudsz építeni, és a zene is jó. Tíme, köszönöm szépen. Nagyon kedves vagy. A zombi a kedvenc mobod. Az igen. Az egy annyira kis alap mob. Én nem tudom, én zombira soha nem gondoltam úgy, mint kedvenc mob. De amúgy tök jó, hogy valakinek ő a kedvence. Nem marad egyedül szegényke. Valakit, hogy valakinek őt is szeretnie kell, nyilván. Aranyfa, hát, agancs. Te vagy az aranyfa. Mennyi ideig tartott ide eljutni? 2,5 év, hogyha arra gondolsz, hogy az építésben, vagy videózásban, mind a kettő kb. 2,5-3 év volt. Azumazu, azt hiszem ez az. Nem. Nem. De. Már majdnem elfelejtettem. Na, látjátok, van rajta most már virág is. Milyen szuper. Nagyon szép lesz, örülök neki, hogy tetszik. Köszönöm szépen, Kajcsa Eri, kedves vagy. Aranyfalap, azt hiszem. Ezt nem te írtad? Tényleg? De lehet, hogy valaki más írta, csak elment addigra az üzen. Levente, ilyen hasonlatokat ne írjál. Hát milyen csúnya hasonlat ez. De tényleg tetszik, akkor ne ilyen hasonlatokat írj rá. Hogyha lehet. Na lehetek, a bone mill az működik Coarse Dirt-en is? Szerintem igen. Nem. Oké. Akkor még egy dolog, amit nem tudtam. Nem baj. Legyen large fern rajta mondjuk. Így. Legyen ott lent valami, legyen ott lent valami. Jó. És akkor nem fog lebegni, tehát erre kellene valami kis asztalt csinálnunk. Mit szóltok hozzá? Csináljunk valami kis asztalt. Csaba, köszönöm szépen. Aranyos vagy. Milyen videósokat nézek? Hát leginkább nem Minecraftosokat. Nem szeretem másoknak az ötleteivel úgymond higítani az agyam, hogyha szabad így fogalmaznom. Mert akkor amit építek, akkor az mások által lesz így... nem azt mondom, hogy befolyásolva, de hogy így... mások
másoknak is lesz benne úgy része az ötletben, mert simán lehet, hogy az ember inspirálódik és észre sem veszi. Oké, lerakta. Oh, nem, de lerakta, rendesen. Remélem. Pillanatra azt hittem minden alulról, hogy rosszul rakta föl, de nem, jól megcsinálta, szuper. 400 like, yeah, köszönöm szépen mindenkinek, nagyon-nagyon aranyosak vagytok, köszönöm szépen. Robloxot se nézek, köszönöm szépen. Mindig úgy képzelem el, mintha te énekelnéd ezt a zenét. Az igen kecske. Nem lenne ilyen jó hangom. Azt elmondhatom, hogy nem lenne ilyen jó hangom. Most úgy akarom, hogy... hát jó, most legyen ugye megint 41-es, de hát ez ilyen majd változni fog. Kicsit lejjebb. Köszönöm szépen közben, srácok, a feliratkozásokat, nagyon jó fejek vagytok. Hogyha esetleg még nem néztetek körbe a csatornán, akkor mindenképpen tegyétek meg, úgy tök sok mindent meg lehet tudni, hogy mégis milyen videókat szoktam csinálni és egyebek, szóval érdemes. Úgy döntöttem, hogy ezt inkább így fogom megcsinálni. Így? Még mindig nem, de miért? Mi ez? Mi ez az átverés? Még mindig lejjebb kell menni egy egésszel, vagy? Lehet, hogy még mindig. Ha meddig kell ezt lehoznom? Idáig? Igen, elvileg. Remélem. Az a kicsi, nem? Hát igen, az. Ugye? Elméletileg, csak mi most kicsit nagyobban építjük meg azt a kicsi fát. Hogy látszon is belőle valami, tudod? Így, és egy ilyen kis asztalon lesz majd rajta. Szerintem ez így jó. Szia kecsek, köszönöm szépen, hogy eddig itt voltál. Ha esetleg még nem dobtál egy lájkot, akkor mindenképpen tedd meg. Ez a többiekre is vonatkozik, hogyha tetszik az, amit csinálok. Rendben van, Botont, kösz, hogy itt voltál. Legyen akkor most az, hogy ezt megnézem, hogy milyen slabet tudnék használni. Azt mondom, hogy egy dark oakot ide el tudnék képzelni. Mondjuk így, először ezt így körbeveszem. Megint csak megnézzük a formát. És akkor majd utána. Nem hiszem Panda Girl, hogy lesz Among Us videó Andiékkal, vagy stream. Nem. Mondtam az előbb is, hogy annyira nem vagyok oda. Mert hogy szeretem az Among Us, de hogy így nekem alapból az, hogy mondjuk videót csináljak róla, annyira nem. Ahhoz annyira nem jön be. Nem akarok túlságosan bonyolult asztalt neki. Túlságosan elvenni a figyelmet a... arról, ami a lényeg. Valami kis egyszerűt ugye összedobunk neki, de... Jó helyre tettem? Nem is jó helyre tettem. Ezen az oldalon tettem rossz helyre? Hogyha jól látom, akkor igen. Majd ezt is valahogy kicsit kidíszítgetjük, de nem akarom túl díszesre. Most legalább lesz egy kis időm, ameddig itt olvasgatom a chatet, átgondolni, hogy mégis mit csináljak. Ja, csak a chatről jöttél el. Ja, jó. Azt mondom, hogy 666 like lenne a legjobb, az hát... Igen. Miért van olyan sejtésem, hogy...
Igen. Vagy jól láttam? Na mindegy, szerintem az lesz, nem pazarlom rá így az időt, az lesz, hogy megpróbálom, hogy jól megcsináljátok, hogy jó helyre tenni, akkor viszont ide ténylegesen négyes kell, hogy vördelittel felhúzzuk ezt. Itt szóltok hozzá, vördelittel megcsináljuk. Megcsináljuk az egyet szépen, akkor legyen akkor ez is aranyból. Ne, legyen kőből, igaz? Legyen vagy másfajta formában. Tehát megcsináljuk először ezt is így kőből, hát most már kőből. De hogy kimásoljuk, és akkor innen szépen középre, hogyha megtalálom a közép részét, elvileg, így, nem, így, szuper, akkor innen ezt meg tudjuk csinálni úgy, hogy szépen copy, és akkor rotételjük 90-nál, és utána pedig beillesztjük. És akkor még egyszer, és így, és még egyszer, és így. És akkor most megvan az összes, de most nyilvánvalóan ezt tehát meg fogjuk szépen csinálni, csak először szerettem volna egy méreteiben látni, hogy ez mégis akkor mekkora lesz. Ne legyen vége a videónak, ez egy stream, és még nincs vége, de amikor 18 órát üt az óra, akkor vége lesz. Nekem is van életem, nekem is van dolgom, sajnos, hogy nem tudok a végtelenségig streamelni. Még egy tényleg csomó minden dolgom van. Vacsorát is kell főznem. A többi. Nagyon jól néz ki. Örülök neki, Alice, hogyha tetszik. Mindjárt megcsináljuk a lábait. Először szerettem volna méreteit látni. Meg így valamilyen részletezést ki akarok már neki találni. Legyen valami alapötletem arra, hogy mit akarok kezdeni vele. Akkor sajnálom 25 perc. Hát igen, körülbelül. Amúgy van, hogy 3 órát, van, hogy 3 is felett streamelek, de az inkább a nagyobb építményeknél szokott lenni. Ez egy ilyen kisebb. Igen, Soma, szeretek sütni, főzni. Gergő ott a címben, hogy mit építek a mai nap. Egy bonsai fát építettem. Egyébként másfél órája megy a stream. Ezt lehet, hogy sokan még nem tudják, mert hogy ugye nemrég változott ez, a múlt héten még 17 órakor volt. Muszáj volt kicsit kicserélgetnem, mert nekem sem volt jó, meg tudtam, hogy a legtöbben azért ráérnek már ilyenkor is, főleg pénteken, meg főleg így az online oktatás mellett. Úgyhogy azért vannak előbb a streamek. Nem tudnék már nagyon a stream után kimenni, hogyha elfelejtek valamit a vacsorámhoz, és jártam már úgy, hogy nem tudtam kimenni, mert bejött ez a csodálatos járási tilalom. Így 8 után. Mert ugye csak 8 után terjed a vírus, ezt mind tudjuk. Egyértelmű. Mi lesz a vacsorám? Na most mézes mustáros salátát fogok csinálni, hozzá egy kis rizssel. Nem nagyon vagyok jól, úgyhogy nem fogok húst csinálni hozzá. Szerintem csak rosszul lennék tőle. Meg mostanában egyébként egyre kevesebbet eszem húst. Akik régről ismernek, azok tudják, hogy én elég nagy húsevő vagyok, de az utóbbi időben nem. Kicsit kerülöm. Nem azt mondom, hogy most így vega leszek, mert nem bírnám ki, de hogyha nem égetően muszáj, akkor nem. Hogyha nincsen valami olyan kaja, amit nagyon megennék és kell bele, akkor nem. Mindjárt jövök. Rendben van, várunk vissza. Igen, GamerX, pontosan. Visszanézhető lesz a live? Igen, Hanna. Azt tettél ebédre? Na, szuper, szuper. Igen, Laci, de amúgy nem is biztos, hogy attól, tehát, hogy már volt itt mindenféle teória, Tobzoskáról, kígyóról, meg mindenféléről, fene se tudja, hogy honnan származik ez. Igazából ez számunkra annyira nem is fontos, ez a virológusok számára lenne nagyon az, hogy azért ezt tudják, hogy kb. Honnan jött, mert akkor ugye könnyebb a megfejtése is, hogyha van egyáltalán ennek a helyzetnek ideális megfejtése. Ez már túl sok lenne, hogyha az összes lába ilyen lenne, nem? Mondjuk nyilvánvalóan, tehát ez most csak kő, de hogy utána már nem kő lesz, de attól még kő neki láb, úgyhogy... Ez lehet, hogy már túlságosan sok lenne.
Laci, én nem hinnék mindenféle oldalnak, hogy kimutatható volt a vírus már 2018-ban. Nem kell mindenfélének hinni, szerintem. Ha nem muszáj, akkor inkább azoknak a forrásoknak higgyünk. Nem azt mondom, hogy nem igaz, csak én azt mondom, hogy inkább azoknak a forrásoknak higgyünk, amiben biztosak vagyunk. Miért ez a nevem? Frist, azért ez a nevem, mert nagyon szeretem a papagájokat, és amikor gyerek voltam, akkor a szüleim igazából csak papagájt engedtek nekem házi állatként, vagyis hát azt preferálták, tehát hogy az volt nálunk az ilyen go-to házi állat. És hát ezért, a pörki pedig pajkosat jelent, ami meg vagyok, úgyhogy ilyen. Ezt is majd megcsinálgatjuk kicsit fával, valamilyen fával. De most egyelőre próbálok valami formát adni neki, csak hogy legyen egy alapötletem arról, hogy mégis hogyan s miként működnek itt a dolgok. Én most belegondoltam, hogy ma mit ettem, és rájöttem, hogy egy fél csomag chipset, meg egy fél csomag gumicukat. Wow! Hát egy kanáris. Na, jó, akkor go, egyél valamit. Mindenképpen, nehogy rosszul legyél. Tudod, mit szoktak mondani? Rosszul leszel, leesik a vércukrod, és a többit meg már nem mondom, mindenki tudja. Nem. Stripped. Strippelődött kell nekünk. Köszönöm szépen. Jó, most egyelőre csak ezt az egyet csináljuk meg. Aztán. Folytatjuk majd a többivel, csak nézzük meg először, mit szóltok hozzá. Megrajzoltad az én skinemet? Minecraftban? Na, szuper. Ide lehetne mondjuk még valamit. Nem tudom. Nem akarom ilyen boomslira csinálni. Az igazság. Még túlságosan részletesre sem. Én azért arra majd oda kellene figyelnem, hogy ne nagyon legyen. Hogyha lehet túlságosan túl részletezve. Itt van. Oké, dzsungelfát kerestem közben. Közben srácok, köszönöm szépen a lájkokat, hogy aki esetleg még nem tette, az mindenképpen tegye meg, nyilvánvalóan kisegítenétek vele a videóst, meg jól esik, jól látni a támogatást, stb. Ha tetszik az, amit láttok, akkor ne spúrjátok le azt a lájkot. Újra. Legyen mondjuk 3, aztán itt is 3, aztán itt is 3, aztán itt is 3. Aha. Oké, na így kijön. Szuper. És azt nézegettem, hogy valahogyan ugye a szlebekkel kellene játszanunk, hogy ne legyen olyan kis nyeszlet. Úgyhogy így szerintem jó lesz. Minden a leírásban van, igen. Honnan jött a videózás? Játszottam egy szerveren, ott építettem egy hotelt, és igazából ennyi. Arról csináltam egy kis videót. Nem volt ilyen túlságosan nagy oka annak, hogy én elkezdtem videózni. Szerintem nem kell hozzá ok. Hogyha van egy saját eredeti ötleted, akkor az már elég indok arra, hogy elkezd. Ha nincs, akkor meg ugye nyilván felesleges, mert abból jó úgy se sül ki, hogyha valakinek nincsen ötlete és úgy kezd el videózni. Aha. Így mondjuk jó, és hogyha ezt még itt megcsináljuk, hogy megcsináljuk az asztalt, az még talán jó lesz. Hehehehe.
Jegeste a sajnálom, hogyha elfoglalja a netet, öcsét. Aha, és akkor mondjuk itt még így az asztalon tudunk valamit változtatni, hogy egy kicsit így... Ja, aha. Mondjuk így az asztalnak a széleire csinálni ilyeneket. Jó, most először foglalkozok ezzel a részével. Tehát, hogy nem ártana. És akkor mondjuk így... Elrontottam a közepét, pedig kijelöltem, csak azóta már valamit mesterkedtem. Oké, itt középen van. És elvileg itt is. A szuper. Jelöltem az alját? Remélem. Na. Miért nem tetszik ez neki? Ha? Na mindegy. Azokat megcsináljuk majd kézzel. Miért nem tetszik az neki? Ja, azt hiszem vágom. Nem itt, nem fölöttem. De fölöttem jelöltem ki. Akkor viszont abszolút nem értem, hogy mi a baj. De, értem. Értem. Kell egy kis idő, mire felfogom. Tehát, hogy mégis mi a problémája ennek a szerencsétlen játéknak. Aztán kiderül a vég, hogy én vagyok a szerencsétlen. Ó, kilidokili. Jó. Ez így szupi. És akkor menjünk át a másik oldalra, és akkor itt is csináljuk meg ezeket. Szerintem ezeket megcsinálhatjuk simán kézzel, nem törik le a kis kezecskénk tőle. Közben legalább tudom nézni a chatet, ameddig ilyen kicsit monotonabb dolgot csinálok. Kedvenc blokk, leginkább a Dark Prismarine-t mondanám, bár pont az előbb fejtettem ki, vagyis hát nemrég, hogy minél több blokk lesz ebben a játékban, szerintem annál nehezebb lesz megmondani. Mindig az a kedvencem, ahogy az igazán kedvencem, amivel éppen építek. Tehát ami éppen a kezemben van és jónak találom. Valahogy ez így, ez nálam így működik. Mit szeretsz a legjobban építeni? Azt mondanám, hogy házakat. Szerintem azt szeretek a legjobban építeni. Ha én nagyon választanom kell, akkor azt mondanám igen, hogy házak. Házak. Azok jöhetnek minden mennyiségben. Az organikokat is nagyon szeretem, de... Valahogy a házakban nagyobb megnyugvásomat találom, tehát hogy... Valahogy az jobb. Melyik a hologram plugin? Honnan tudjam? Nem tudom. Nem értek a pluginokhoz. Ahhoz sajnos nem értek. Hegyeket túlélőben? Igen, azt én is csinálom. Az egy király elfoglaltság. Így? Másik oldalon is lehet, szerintem. Ott van a leírásban Hannad, bár lehet, hogy rosszul van, mert még az előző évi van. 23 vagyok. Azt is beleraktam a leírásba, mert azt is túlságosan sokan kérdezték, és túl sokszor kellett megválaszolnom egy stream alatt. Így mi? Szépen. Yes. Oké. Ahhoz képest, hogy azt mondtam, hogy nem akarom túlságosan részletesen ezt az asztalt, azért mégiscsak sikerült belőle valami kis részleteset összehozni, ami persze sosem baj igazából, tehát ez így nem egy olyan üde nagyon brutálisan részletes dolog. Talán még itt egy kicsikét javítgatok rajta. Nem. Azt úgy hagyom. Esetleg még így. Ja. Köszönöm szépen közben a feliratkozást, srácok. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok. Valamint köszönöm szépen a lájkokat is, hogyha esetleg még nem lájkoltatok, azt mindenképpen tegyétek meg.
nyilvánvalóan jó lesne, meg minden ilyesmi. Úgyhogy hajrá, hajrá! Kezd elfáradni Laci is. Na, miért? Mit írtál? Közel a szívemhez. Hát azt mondanám, hogy mi, tehát nem videósként, de mint így magánemberként közel áll hozzám például a Jurassic World Evolution. Tehát az nálam olyan, hogy én azt nagyon szeretem. Amikor ugye az első karantén volt még márciusban, akkor én azon lógtam, azon éltem az életemet. Az volt a mindenem az a játék, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon szerettem. Nagyon-nagyon szerettem. Most is szeretem, csak nincsen nagyon időm vele játszani, amivel nincs is probléma, mert más csinálok helyette. Minecraft azon nyilván. Most azt mondom, csináljunk itt egy olyat, hogy mindjárt valahogy a magamnak ki akarom jelölni. Csináljunk egy ilyen szőnyeget ide. Nem tudom, hogy akarok-e, de majd meglátjuk. Mondjuk legyen egy szillel, és akkor legyen 35, mondjuk egy, amivel akarjuk, és akkor legyen egy 4-es, nem, akkor legyen akkor egy 5-ös esetleg. Azért látszom is, hogy valami ilyesmire készülünk itt, ilyen galátságokra. Már lehet, hogy nem fog jól kinézni, nem tudom, meglátjuk majd végül, hogyan alakul. Lehet, hogy ez egy kicsit ilyen olyan idegen szín lesz, de majd kiderül. Az is lehet, hogy kicserélem majd zöldre. Fene se tudja. Nem tudom. mindig változtatgatok a végsőkig, és még utána is kétszer legalább. Abroszra gondolok? Arra. Nem kell kimondanom, amire gondolok. Aha. Értem. Tehát akkor például oda be nem tudok rakni. Értem. Nem kell mindig kimondanom, amire gondolok. Én tudom, hogy mire gondolok. Hát ti pedig megértetek engem szavak nélkül is. Főleg azok, akik régóta itt vannak. Azok tudják, hogy az én mondataimat azokat sokszor ki kell egészíteni, mert már elmarad a felük. Mert annyira egyszerre gondolkodom, meg egyszerre cselekszem, hogy nye. Big Water, igen. Big Water, Ocean Water. Surrounded by water, Big Water, Ocean Water. Az borzasztó volt, még nézni is rossz volt. Ja, így. Esetleg egy kicsikét. Még hogy így, teljesen az abroszon legyen rajta. Így, szuper, na. És akkor legyen még mondjuk körülötte, hát ne fekete, de mondjuk akár egy zöld. Az még talán érdekesen is nézhet ki. Így. Fogdj, hogy nem akadt meg a stream, hiába küldöd a megakadás jelet. Én látom, és teljesen jól fut. Minden rendben van vele. Szerencsére. 9 perc. Nem biztos, hogy kihúzom mind a 9 percig, tehát, hogy ez olyan, hogy ez változhat. Az is lehet, hogy mindjárt abba hagyom. Na, akkor mi lesz? Black Friday. Hatalmas monitor. Az szuper. Talán még semmit nem vettem Black Friday. De egyszer egy hűtőt. Ami megvolt itt cirka egy évig, azt hello. Tehát, hogy... Nem tudom, nem szoktam én Black Friday-ezni annyira. De tök jó, hogy ilyeneket is árulnak. Ilyenkor, hogy monitor. Tehát nem csak ilyen háztartási eszközöket. Na. Legyen, ahogyan a Minecraft akarja. Nem akarja, hogy lépcsőt tegyek erre felé. Jó van akkor. Ide se akarja, szuper. Hangosíts a videón. Ja, igen, nálam kell a streameken, mert podcast mikrofonom van, és ezt nem állíthatom feljebb, mert akkor meg beleköpködök. Ez egy csátesó. Nem vagyok a testvéred, de szia, neked is. Örülök neki, ha tetszik az, amit csinálok.
örülök, amikor igazából az embereknek úgy tetszik az, amit alkotok, amit csinálok. Na jó, én úgy gondolom, hogy ezzel megvagyok. Szerintetek? igen, Hanna, természetesen lesz még velük közös, hát hogy videó azt nem tudom, de stream biztosan. Pontosan beszéltük meg, hogy jó lenne egy kicsikét többször együtt streamelni. Nem tudom, most mi történik. kedves Minecraft, köszönöm szépen. A BSL Shader, tudom, hogy nagyon-nagyon szenvedős, kedves Minecraft, de azért ennyire talán még az sem. A BSL Shader az egyik legnagyobb shader, amit itt Minecrafthoz valaha gyártottak, és így... A legtöbb gép az nem szereti. Az enyémnek szerencsére nincsen vele baja, de... Az FPS-em az droppol. Jesszusom, 60 darab FPS. Na, mondjuk olyan... Annyi sem mostanában volt, de... Nem baj. 60 darab FPS-sel még lehet játszani. Na szóval... time set, és akkor legyen mondjuk egy 12... Legyen a Golden Hour. És ez az egyik kedvencem. És akkor így ráközelítünk, szépen csinálunk egy-két képet róla. Így. Egy kicsikét így oldalasan is, tudjátok, hogy thumbnailnek való az legyen, az mindig. De mondjuk az lenne jó, hogyha thumbnailre így kicsit középre tudnám most rakni. Meglátjuk majd. Mennyire fog ez menni. Hogyan van ez most? Hájon van? A háj az jó szerintem. Hát jó, legyen róla egy-két kép. Legyen róla egy-két kép mindenféle szemszögből. Igen, élőben megy, de oda is van írva, és a thumbnailen is rajta van, hogy élőben megy. Igen, ez egy stream, kérlek szépen. Oksi, és akkor legyen mondjuk még egy ilyen szemszögből, így lentről, így. Tök jó lenne, hogy közelről így meg tudnám ugyanezt csinálni, csak akkor meg annyira nem látszik a formája ennek az egésznek. Még tök jó lett volna a thumbnailről mondjuk, hogy a thumbnailra mondjuk így csinálni, csak az a baj, hogy nem tudok hozzá akkor elég közel menni, hogy látszom. Úgyhogy lehet, hogy valahogyan így lesz a thumbnailem. Így. Vagy egy másik szemszögből. Nem, az előző szemszögből úgy jobb. Na, hát örülök neki, hogyha tetszett a mai stream nektek, hogyha igen, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot. Még mindig van lehetőség, szóval hajrá, még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És ja, egyszer beolvastak többször is boton, többször is, mert voltak jó kérdéseid meg, amiket írtál. Sírok, hogy nem tudtam itt lenni, hát Lea, nem kell sírni, vissza lehet nézni hamarosan. Új clickbait cím, soha nem... Választ, rosszponzájt szászak beszélj. Igen. Na jó van, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, legközelebb találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ezen a kis bonsájfa építős streamen. Remélem, hogy tetszett nektek. Igen, akkor dobjatok egy lájkot, és holnap találkozunk a videóban, szóval mindenképpen állítsatok ébresztőt, állítsatok jelzőt, nézzetek fel holnap a csatornára, hogy esetleg nem kaptok értesítést, és akkor ott találkozunk. Sziasztok, pápá, legyetek jók! When we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed. We